Szerint Csillag a Kilogrammi Egyesület vagyunk, egy éve alakult ki meg, és több rendezvényünk volt eddig is. A prózafelolvasó versenyünk, ami 13 éve rendezzük meg, most először tudtuk kiterjeszteni. Hála Istennek, mert holnap el fogom mondani, hogy milyen támogatókkal, és nagy szeretettel. Nagyon sokat készültünk erre, nagyon vártunk benneteket, és nagyon jó, hogy itt vagytok. És kívánom azt, hogy érezzétek jól magatokat itt, a rövid időben is, amíg ott voltok. És nagyon remélem, hogy amikor el fogtok venni, akkor olyan kellemes élménnyel, ami nem adható. Mi ezért mindent megpróbáltunk, az, hogy sikerült, vagy nem, ezt meg eldöntitek. Én kívánok az itt léthez tényleg nagyon sok jót, a versenyzőknek nagyon sikeres felolvasást volna, és jó étvágyat. És tisztelettel, szeretettel köszöntök minden vendégünket, Érna, a másik Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolának az igazgatója, Döme Otto kollégám, iskolánk dolgozója. Mondanám azt, hogy volt, de jó. Napi szinten munkakapcsolatban találkozom, tehát nem is indokolt igazából a útidő, és Otto agrármérnökként öregvítette az iskolánknak az agráros képzését. Azt zárójelben gyorsan megjegyzem, hogy aztán tevékenykedünk még az informatika, meg a közgazdaságtan területén is. És hát most már ugye itt egy évszám, vagy egy szám is elhangzott, 14. alkalom, ez a mai alkalom, hogy ez a prózafelolvasó verseny megszervezésre került. De én mindig picit félbefogalmazok a magam részéről, hiszen ennek a versenynek a szervezési munkálatainak, minden velejárójának a közel 100%-át Otto kollégám adja ehhez a versenyhez, és 13-4 évvel ezelőtt is úgy volt, és minden évben. Mi csak sütkérezünk ennek a fényébe, és egyébként ez egy megható a jó érzés, hiszen nagyon sok mindenről szól ez a verseny. Hosszú évekig csak iskolai kitekintésű verseny volt középiskolásoknak, valasi középiskolásoknak, hát ez egy 3-4 iskola mindösszesen volt, aztán általános iskolák is bekapcsolódtak be a versenybe, aztán néhány év óta már Magyarország több városából is, tehát országosnak mondhatjuk ezt a versenyt. És hát nagyon szép az év, hiszen ez az első olyan év, amikor a magyar föld legtávolabb szegletéből is érkeznek hozzánk, minden szegletéből is érkeznek hozzánk vendégeink. Azt fogalmaztuk mi meg, hogy ez egy ilyen Kárpát-medencei szervezésű ez a verseny, és én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen szép pillanat itt ebben a közösségben. Példaértékű is lehet ez a munka, meg ez a szervezés mindenkinek, úgyhogy nagyon örülünk mi annak, hogy sütkérezhetünk mindennek a fényébe. Nyilván ott a munkáját, amennyire csak tudjuk, segítjük ebben, és adja jó Istenek, az hosszú évekig legyen módunk nekünk ezt a feladatot elvégezni, megtenni. Úgyhogy Isten hozott még egyszer mindenkit a felvidékből, Komáromból, meg a sepsiszentgyörgyi barátainkat is szívesen látjuk mindig is. Egy testvériskolai kapcsolatról van szó itt a Rákóczi, meg a sepsiszentgyörgyi Berde esetében. Mi azért egy évben egyszer, kétszer, háromszor, mikor milyen az időjárás, azért meglátogatjuk oda-vissza egymást, és hát csak valami nagy új kontinens leszakadás nem lesz itt közöttünk, akkor meg is fogjuk ezt tenni mindig, úgyhogy még egyszer én a magam részéről szeretettel köszöntök mindenkit, és én is azt kívánom, hogy mindenkinek a szívében azok az emlékek, amik keletkeznek itt a mai holnapi napon, azok legyenek kellően megbecsült helyen és kellően fontosak ahhoz, hogy bármikor ehhez visszatérhessünk és merítkezhessünk belőle, mert mi a közös nagy határok nélkül értendő hazánkba egy dolog lehet nekünk, hogy rendelkezzünk ilyen érzésekkel, emlékekkel, amíg ezek megvannak, addig összetartozunk, és ennél fontosabb nem is nagyon sok minden képzelhető el. Köszönöm szépen, aztán hát a vacsorához meg én is jó pártot szeretném kívánni. Köszönöm szépen.
adásodban. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Megmondom őszintén, amikor először meghallottam ezt a történetet, a Gábor meghívott, akkor felkaptam a fejemet. Én részt veszek már 6 éve egy Kárpát-medencei sport rendezvényen. Nyilván hallottak róla, hallottatok róla, amit a Kő Lajos kezdeményezett. És hát az is egy Kárpát-medencei történet. És amikor Magyarországon a döntőbe, tavaly ez Pécsen volt, a polgármester vendégelt meg minket, amikor ott találkozunk, és ugye minden ország részből jönnek, az egy fantasztikus dolog. Milyen sport? Van külön foci, azt éppen a héten küldtem ki a meghívókat az iskolán, mert nagypályás foci, annak a döntője az mindig június utolsó vasárnapján van a Puskás. Hát most a Puskás Ferencben volt, mert a Fradi pályát építik át, meg hát most is ott lesz. Ez a nagypályás foci, de ősszel vannak teremsportok, az pedig a asztali tenisz, birkózás fiúknak, lányoknak kézilabda és sakk. Mondjuk én 50 éve sakkozok, úgyhogy én nekem a sakk az a foci mellett, mert hetente kétszer focizok, még egyfolytában sakkozok. Úgyhogy, és szervezem ezeket a versenyeket, de Kőszegen volt több éven keresztül a döntő, tavaly Pécsen, most is Pécsen lesz. Vári Attila, a kétszeres olimpiai bajnok, az ott a főszervező, vezérigazgató, az látott vendégül, egy zseniális történet volt ez. Csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen találkozások az leírhatatlan. Úgyhogy én amikor meghallottam, hogy felolvasó verseny, Kárpát-medencei felolvasó verseny, hát én rögtön én többször az Ottónak is megköszöntem, én nekem rögtön szívem ügyelett ez az egész. Egy kicsikét fölvidéken kényes a történet, mert most mennek az írásbelik a középiskolába érettségig. És ottan, és akkor se tanár, se diák, nem nagyon akartak, ugye az iskolák nem nagyon akartak foglalkozni, mert hogy mindenki el van foglalva, és ráadásul holnap van a magyar írásban, ugye? Úgyhogy, de azért megoldottuk. Szóbeli az később van, írásbeli van. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzá. Köszönjük szépen! És szeretettel köszöntöm vendégeinket, a versenyzőket és a kísérő tanárokat, valamint a zsűri tagjait a 14. klasszikus erdélyi magyar irodalom Kárpát-medencei próza felolvasó versenyen. Az idei rendezvényünk az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola, valamint a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet és szponzoraink támogatásával jött létre.
versenyünk fővédnöke, dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke. Védnökei, Fráter Olivér, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnök helyettese, valamint Finta József, érseki helynök. És Téglás László igazgató. Tisztelettel köszöntöm vendégei között támogatónkat, Fráter Olivér urat, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnök helyettesét. Köszöntöm Téglás László urat, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola igazgatóját, valamint dr. Finta József, érseki helynököt. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Kemény Endre urat, Báró Kemény János, az Erdélyi Helikon Írótársaság megalapítójának unokáját. És Medgyesi Évát, a Várvédő Kiadvány alapító főszerkesztőjét. Köszönjük támogatóink segítségét! Dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke. Nemzet Stratégiai Kutatóintézet. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola. Dömekert PT. Dr. Hollósi Simon István. Vancsura Autós Iskola. Horváth Csaba, Giorgio Decor Kft. Lukács László, Barbi Virág, Kardos Tüzé, Radon Holding Kft. Papdi József, Abonyi Henrik, Font Pincészet. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Gyovai István polgármester. Cegléd Város Önkormányzata, Földi László polgármester. Budapest Főváros 10. kerület, Kőbánya Önkormányzata, Kovács Róbert polgármester. Budapest Főváros 15. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, László Tamás polgármester. Budapest Főváros 18. kerület, Pest-Szentlőrinc, Pest-Szentimre Önkormányzata, Ugi Attila polgármester. Budapest Főváros 21. kerület, Csepel Önkormányzata, Németh Szilárd polgármester. Kérem, mindenek előtt tekintsék meg a kiskunhalasi Napsugár óvodák Szilárdi Áron utcai tagovodája kis- és középső csoportos gyermekeinek műsorát. A táncot betanították Békési Szilvia és Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó. Négy szúnyogban légy a körbe, keringő, legy körbe-körbe.
felkérem dr. Döme Otto urat, az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület elnökét, köszöntse a résztvevőket. Minden egyes szólásomkor, amikor valamit szeretnék mondani, akkor otthon eltervezem, és gyönyörűen leírom magamnak, és általában füzet nélkül és írás nélkül szoktam ezt elmondani. De most annyi izgalom ért az elmúlt pár napban, és most délelőtt is, és annyi örömteli izgalom is, hogy én azért nézek bele a jegyzeteimbe, mert el fogok felejteni valamit. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mindenekelőtt az óvodásoknak köszönöm meg, ami nagyon sokat gondolkoztunk, hogy szerepeljenek-e vagy nem, de úgy látom, hogy érdemes volt. Egy kis üdes színfolt volt ebben a világban, és ők szerettek volna eljönni, és ők szerették volna így köszönteni ezt a rendezvényünket. Köszönjük nekik, és nagyon remélem, hogy 10 év múlva itt a próza felolvasó versenyen fogunk velük találkozni. Tehát ilyen korán szeretnénk elkezdeni azt a irodalom népszerűsítést, mert ők verseket is tudnak, csak ezzel szerettek volna most szerepelni. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és hálával az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület nevében. A 13 év alatt, amíg ezt a versenyt rendeztük, minden évben próbáltunk valami újat hozni. Elérkezett ez a 14. alkalom, amikor igazán újat tudtunk. Ez az volt, hogy a Kárpát-haza minden részéből jöttek versenyzők, tanárok, és ez nagyon nagy öröm nekünk. Ők is jól érzik magukat, úgy érzem, és nekünk is nagy öröm. Ez tette igazán ünneppé ezt a mai napot számunkra. Az egyesület, amivel foglalkozik, ez egy nagyon egyedülálló, az országban egyedülálló, és talán sehol nincs ilyen. És ezzel, hogy a Kárpát-medence összefogtuk, hogy mindenki eljött Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból is, így még egyedivé vált. És a témánk is. Ilyen egyesület sincs, amelyik az Erdély Helikon íróival foglalkozik kizárólag, és őket próbálja népszerűsíteni. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez a verseny jó sikerüljön, ez a rendezvény, és ezt majd eldöntitek utána, hogy ez sikerült-e, vagy nem. Biztos, hogy lesznek hibák, de mi nagyon nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel csináltuk. Elhangoztak már itt köszöntők. Én 2 köszöntőt meg szeretnék ismételni, és az egyiket most mondanám el. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Ez egy úr, akivel én nem régen ismerkedtem meg, és nagyon nagy hatással volt rám. Ő Kemény János erdélyi fejedelem, egyenesági leszármazottja, és Báró Kemény Jánosnak az unokája. Az ő nagy tatája volt a Kemény János, aki megalapította az Erdélyi Helikon írótársaságot, ahogy ő nevezi, és nagyon nagy benyomást tett rám. Őt nagy szeretettel köszöntöm, és úgy szeretném köszönteni, hogy üdvözlünk a körünkben Báró Kemény Endre, és remélem, hogy az elkövetkezőkben is nagyon sokszor fogunk találkozni, és segíted a munkánkat, mint ahogy a telefonos beszélgetésünkkor én is most találkoztam először, megismertem őt. Én Kemény Jánosról nagyon sokat olvastam, mint emberről, az ő emberi tulajdonságairól, amiről csak jókat mondanak, és ezt az egyszerű emberek is Erdélyben ezt mondták. Én nagyon féltem a telefonos beszélgetéskor, de mondhatom így, hogy mintha a nagy tatát hallottam volna, ő ugyanilyen emberi tulajdonságokkal rendelkező, tehát nagyon nagy öröm számunkra, hogy ő eljött, és őt köszöntöm. Én kívánom azt, hogy érezzétek jól magatokat. A Kemény család iránti tiszteletből az általános iskolások Kemény János novelláiból fognak felolvasni, és remélem, hogy sikeres lesz. Én köszönöm, és köszönjük a részvételt, és remélem, hogy újból mondom, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Köszönöm szépen. 10 vendégeink! Próza felolvasó versenyünk íme 14. éve kerül megrendezésre. Kezdetben a 2. Rákóczi Ferenc katolikus szakközépiskola házi versenye volt,
s mára már Kárpát-medencébe nőtte ki magát. Idén először, nem a megszokott helyen, nem az iskola falai között került megrendezésre, ám továbbra is segíti, támogatja anyagilag és erkölcsileg az egyre nívósabb rendezvényt. Felkérem Téglás László igazgató urat, mondja el köszöntő gondolatait. Elnök helyettes úr, plébános úr, kedves utótanár úr, tisztelt vendégek! Én azt gondolom, hogy emelkedett pillanat ez a mostani. 14 évvel ezelőtt egy alapvetően a reáliák területén magát mérő intézmény életében tulajdonképpen kuriózumként indult egy az irodalmat támogató, az irodalmat népszerűsítő, éltető városi körben szervezett verseny. És úgy gondolkoztunk, és egyre inkább úgy gondolkozunk jelen pillanatban is, hogy ennek az intézménynek a jövőbe tekintése, létjogosultsága bizony-bizony egyre inkább indokoltá teszi azt, hogy mérjük magunkat minden területén, akár mondhatom azt, hogy a közoktatásnak, de talán bizonyos szempontból az életkifejezés sem túlzás. Nyilván kérdés sem férhet ahhoz, hogy akármikor is a múltban és akármikor is a jövőben, ha lesz módunk a rendezvény és ott a barátom mellé állni, akkor ezt gondolkodás nélkül meg is fogjuk tenni. Nagyon sok olvasata van ennek a rendezvények. Nyilván az irodalmi metszet az egy nagyon fontos, de a mi szívünkben azért sok minden másról is szól, és azt gondolom az itt élők szívében is pontosan így van ez. Hihetetlen örömteli pillanat volt tegnap este, amint Erdélyből Sepsiszentgyörgyi barátaink megérkeztek, és a vacsora asztal körül felvidéki barátainkkal is találkozhattunk, és azokban a percekben, órákban Kárpát-aljáról is megérkeztek testvéreink. Baj ennek a nemzetnek, hogy az összeszűkült határai, azok a földrajzi keretek, amiben gondolják egyesek, hogy definiálni kell magunkat, nyilván nem így gondolkozunk erről. És hát most, hogy a délvidékről is megérkeztek a barátaink, én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy bizony ennek a versenynek nem titkolt szándék, a célja, a filozófiája az, hogy mi magyarok találjunk az életünkben olyan pillanatokat, amikor együtt lehetünk, és ezek a pillanatok, ezek folyamatosan építik, ragasztják össze a nagy nemzetet. Furcsa fintorai vannak a történelemnek, láttuk a múltba is, tulajdonképpen a kicsit körbetekintünk magunk körül, látjuk ezt ezekben a percekben, és én azt gondolom, hogy ha együtt tudunk lenni, tudunk ezekből a percekből, élményekből építkezni, akkor bizony-bizony büszkén, egyenes gerinccel, magabiztosan nézhetünk. Mondhatnám, hogy az iskola jövőjében, a nemzet jövőjében is. Számunkra ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és még egyszer visszacsatolok, ha ezen múlik a mi részvétünk, hát mi mindig ott leszünk a rendezvényeket, amit csak iskolaként ehhez tehetünk, azt mindig gondolkodás nélkül meg is tesszük. Isten hozott mindenkit Kiskunhalason, és Isten hozott mindenkit itt a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolában. Tisztelt vendégeink! Fogadják szeretettel rövid műsorunkat, melyet a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola diákjai adnak elő. Kecskés Dóra és Kassa Bernadett produkciója után Kányádi Sándor Fekete-Piros című versének dramatizált változatát adják elő a diákok Szabó Roland, Szabó Galiba Viktor és Horváth Réka. Felkészítő tanáraik Sós Erika, Kun Hajnalka, Anda Péter és Mándit László. Győzhetetlenénk összeállunk, védelmezőm is kővárom. A keresztván drága árom, oltalmam a tőled vár. Sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldó.
véredé. Kit kiönti le világért, rád bíztam én ügyemet, én Jézusom én lelkemet. Megepedett búj szívem, vagy mennek s földnek. Könyörgök csak felségednek. Én megváltó Istenemnek, mutass Jézus ki es földet. Lakásomul adjó helyet, ez életben csöndességet, jövendőben üdvösséget. Zass Lóránt, Erdély. Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillagindájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását, és mezőin a béke delelő ezüstje úszik, a lábnyomát harmadszántású buckák ölelik virággá. Nincs fegyvere. Nyilait, buzogányát a regék szálfákká csutakolták, méneseik csatákká dübörgő nyihákolását kolombszóvá szelidítette a szél. Vetni és aratni adott alázatával konok, szép, melegszemű gyermekeket hoz ma a világra. Altatgató, ébresztgető énekeiben formálja a napot, hogy örökkön áradjon a fény. Ez az a nép, amelyről megfeledkezni látszik az Isten. Fellegeiből esőkkel veri, berejtékében pácolja, hogy inas, sószitta tenyerében szárnyaszeget madárként melegítse. Ha nagyon elfárad, és ha nagyon nehéz gondjaiban perelni sem merészel, csupán imádkozik. Ilyenkor csikorognak a kopjafák, az ereszaljak, ilyenkor zsoltáros szavakban álmodnak hazát, hegyet, nemesebbet és nagyobbat, kevesebb kerülővel, utakkal, lankákkal, madárhanggal és fiókákkal teli, hogy akkor majd abban a szép, tiszta tavaszban, porban fürdő csillagüt fémes jelet, olvasztani dalt, csontokból ki ágat, fejfát zúzó zajból szikrázó szeget, táncot, fergetekben is búvó virágot, fényt, hogy ti ne felejthessetek. Kányádi Sándor, fekete-piros. Leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári malomárok és telefonpalota közti Járda-szigetről, az 1960-as, 70-es esztendőkben, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül. Egy pár lány, két pár lány, fekete, piros, fekete táncot jár. Honnan járják? A magnós urrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye,
fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete, mintha tutajon, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó koporsó födelen. Fejük fölött neonág, csupa világ a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz rám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban, kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égbe, szembenézve, sose férre. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulatország? Szétlőtt vár a piacáról, csűrföldjéről. Még a sátor vagy a gyurta tüze mellől röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja. Vagy régebről, 20 000-ből. Még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön. Akár a szemek mandulametszését az anyami szent laboratóriuma. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulatország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egy azon vérs velő hullámhosszán. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós urrog így, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol. Felkérem dr. Finta József érseki helynököt, öntsön bátorságot a versenyzők lelkébe. Az nem tudom, fog-e menni. De én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, különösen azokat, akik versenyezni jöttek, fölkészítő tanáraikat, akik sokat dolgoztak a mai napért, és köszöntöm azokat, akik itt a helyben sokat szervezve, sokat készülve a mai lehetőséget megteremtették, és én már 14. alkalommal ennek a szép versenynek a hátterét megadják. Csak néhány gondolatot szeretnék megosztani, amit forgatok magamban ezzel a mai rendezvénnyel kapcsolatban. Mind a mai napig, hogyha megkérdezik tőlem, hogy mi a hobbim, mit szeretek legjobban csinálni, akkor kicsit szégyenkezve vallom be, mert egyre ritkább az alkalmam rá, de olvasni szeretek. Szeretek olvasni, nekiülni. Miért? Mert amikor az ember olvas, akkor belép egy másik világba. Valaki másnak a gondolatait, valaki másnak a képeit kezdi el látni, valaki más teremt egy tájat, ahol hirtelen ott találja magát az ember, valaki más kreál egy eseményt, vagy pedig fölidéz egy eseményt, amelynek hirtelen a szereplőjévé válik az ember, akkor, amikor olvas. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt az elmúlt évtizedekben, amikor még nem csak államhatárok, hanem sokkal keményebb határok választották el sajnos a magyar nemzettestnek a különböző tagjait. Nagyon fontos volt, hogy át lehetett lépni ezt a határt, amikor valaki kezébe vett egy könyvet, amit erdélyi, felvidéki, kárpátaljai vagy délvidéki írók írtak, és az ember, noha nagyon komoly falak választották el fizikailag, attól a másik világtól mégis ott tudta találni magát, és részese tudott lenni, részese tudott maradni az egységes nemzetnek. Egy gondolatot szeretnék csak még hozzáfűzni ehhez, hogy sajnos napjainkban különösen is tapasztaljuk azt, hogy nem föltétlenül az államhatárok, a fizikailag kijelölt határok a legkeményebb elválasztónak. Sajnos a magyar társadalom tagjai legyenek akár itt az anyaországban, akár bárhol másutt,
lélekben talán és szellemben nagyon sokan távolra kerültek attól a szellemiségtől, attól az értékrendtől, amit többek között azok az írók is képviselnek, akiknek a műveit ma olvasni fogják a fiatalok. Ez egy sokkal komolyabb határ. Ez egy sokkal komolyabb távolság. Csak gondoljunk arra, hogy itt mennyire örömmel láttuk a kis óvodás gyerekeket táncolni, mennyi van belőlük. És mennyivel több volt akkor, amikor ezek az írók alkották a műveiket, és milyen nehezen tudták volna ők elképzelni azt, hogy a magyarság létszámában ilyen arányban fogjon meg. Vagy gondoljunk arra, hogy ezek az írók, akik nagyon sokat szenvedtek, küzdöttek azért, hogy megmaradhassanak magyarnak egy sokkal nehezebb világban, vajon hogyan szemlélik azokat, akik különösebb ok nélkül hagyják el a hazájukat. Lehetne sok-sok ilyen dolgot mondani még, olyan távolságok ezek, amelyeket szintén az olvasás segíthet legyőzni. Ha sikerül újra belépni abba a világba, abba az értékrendbe, abba a szellemiségbe, amelyet ezek a könyvek képviselnek, és talán azoknak, akik ma itt versenyeznek, mindenképpen sikerül, ő bennük ez a távolság újra megszűnik, ez a határ újra leomlik, és marad minden a régiben. Ebben bízunk, és én ezt kérem Istentől, nektek is, akik versenyezni fogtok, és minden magyar számára államhatáron belül is túl. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztató és a szép szavakat versenyzők nevében is. Egy-két technikai dolgot szeretnék elmondani, ami a kis szünet után terveztünk, de előtte még egy kis türelmet kérek. Nyírő Judit, Nyírő József unokahúga általában részt szokott venni ezeken a versenyeken, most egy családi betegség miatt nem tudott eljönni, de egy levelet küldött. Ez egy nagyon rövid levél, és kérlek benneteket, hogy hallgassátok meg ezt. Kedves Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, kedves tanár úr, kedves prózát olvasó diákok, köszönettel vettem, és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy 2014 tavaszán is meghívást kaptam a 14. klasszikus erdélyi magyar irodalom Kárpát-medencei próza felolvasó versenyre. Minden eddigi meghívást igyekeztem elfogadni, de ebben az évben sajnos nem lehetek köztetek. Lélekben viszont együtt leszünk, hiszen valamennyien, akik olvasnak, és azok is, akik hallgatják, tudják, érzik, hogy nagy nap a mai. A Kárpát-medence szíve egyként dobog. Kívánok a felolvasóknak örömteli, élményekben gazdag olvasást, sok sikert, a hallgatóságnak pedig kívánom, hogy a regényrészleteken keresztül a képzelet szárnyán eljuthassanak Székelyföldre, a Hargitára, a Küküllő partjára. Kedves tanár úr, kedves Otto, itt ragadom meg az alkalmat, hogy kifejezzem mély hálámat áldozatos munkádért, a székely irodalom iránti vágy élesztgetéséért, ébrentartásáért. Kívánok neked további erőt, hitet, kitartást, jó egészséget, Nyírő József egy idézetével. Mehetünk nyugodtan, mert az én utamnak vége úgysem lészen. Sok kocsi elporlik alattam, de én addig meg nem állhatok, míg az én testem is valamivel magasabbra nem emeli ezt a földet. Nagy szeretettel, Nyírő K. Judit. Tiszteletbeli tag címet adományoz. Ezt adományoztuk Kövér László úrnak, Veres László úrnak, a kabinet főnökének és Nyírő Juditnak. Nyírő Judit átvette már, és negyedikként mondom, de első helyen kellene említenem Fráter Olivér urat, aki nagy büszkén mondom, hogy olyan barátság alakult ki közöttünk, és az a barátság viszi előre ezt az egész versenyt, viszi előre az egész ügyet. Én nem tudom neki elégszer megköszönni, és szeretném átadni neki ezt a tiszteletbeli címről szóló. Megkérném, hogy nyissa meg a versenyt. Tisztelt érseki helynök úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt meghívottak, kedves diákok!
Mivel édes magyar anyanyelvünk dicsérete is a mai nap, és mivel folyamatos kitekintésre van szükségünk, már az önmeghatározás első óráiban is, nos, engedjék meg, hogy itt mindjárt az elején idézni Karácsony Sándor egyik alapvető gondolatát témakörben. Ő így fogalmaz. Nagy és szép érzés önti el a magyar embert, amikor először döbben tudatára annak, hogy magyarrá születésének nagy és szép gondolata a magyar igazság, a logika örök törvényei szerint is igaz. Amit nagy gondolkodónk a magyar észjárásról írt, azt éppen az észjárásunkat, sajátos logikánkat őrző anyanyelvünkhöz hordoz, talán évezredek óta szinte változatlan formában. A magyarság ma is egységes egész, és ennek lenyomata éppen a németnél, angolnál és számos más világnyelvnél is egységesebb és éppebb, hét határral is dacoló anyanyelvünk. Azért, hogy ez az egység újabb évszázados lépésekben is megmaradjon, ki kell vívnunk azonban mindenki számára a méltó élethelyzetet és az önrendelkezés minden szintjét és valamennyi formáját. Erdély már a két világháború közötti nagy nemzedékek révén is megmutatta, hogy amennyiben kicsit is lélegzethez jut, a kisebbségbe sorvasztás ellenére igazi gyöngyszemeit termeli a közművelődésnek, az irodalomnak és a közösségi összefogás leleményes, hagyományőrző formáinak. Kultúra nem születik csak ott, ahol megvannak hozzá a feltételek. A virág sem hajt ki, táptalaj, eső és napfény nélkül. Önmagában a kultúra lélegeztető gépen tartva nem teremti elő a nemzeti lábraállás feltételeit. Mégis érezzük, tudjuk, hogy kultúránk hosszú évszázadok alatt megtartó erő volt. A magyar anyanyelv pedig nemzeti dimenzióban ennek egyetemes hordozója. Moldova közepén magyar faluban és a Fertőtó partján Ruszton éppen úgy kulturális marker, mondhatni kulturális génazonosító a szó, amit szüleinktől megtanultunk, vagy amit örököltünk, mint csontjaink alakja és vérünk jellemzői, nálunk a költő írja, az őssejtik vagyok minden ős. Kedves barátaim, a mellérendelő nyelv és kultúra nemzete vagyunk. Nem az alávetetteké, és nem a zsarnokságé. Nyelvükben az elsőrendű kód a szabadságé. Ez pedig legféltettebb kincsünk. Identitásképzőnk és legtisztább, egyben legártalmatlanabb üzenetünk a világ felé, ahogy fogalmazhatunk, élni hagyjatok szabadon. Ezért volt 48, ezért volt 56, de még a nagy háborúba is ezért vezérelt minket a magyar igazság. Nyelvünk, kultúránk örködik gondolataink tisztaságán. Szavaink tiszta igaza, pedig hitem szerint előbb-utóbb áttöri azokat a falakat, amelyeket elválasztásunkra építettek ellenünk és közénk. Ez a program reményeim szerint és az itteni tanúságtevő képében megmozgatja a fiatal nemzedéket, és ezáltal bizakodásra és jókedvű reménységre indít. Nyírő József, Vas Albert, Szabó Dezső és számos más társuk az elmúlt fél évszázadban síron túli utóéletükben az elhallgatás és a kitagadottak és megbélyegzettek néma menetelésének sorsára jutott. Hátborzongató, de ugyanakkor kultúránk diadalának is bizonysága, hogy az utódállamokban versoraiktól, írásaiktól, de még poraiktól is rettegnek egyesek. Ők ugyanis mind hitelesen és megalkuvás nélkül ma is élő alakjai a nemzeti szabadság és önrendelkezés szellemének. Életprogramjuk példaértékű, ezért mindazok veszélyt látnak még síremlékükben is, akik rossz lelkiismerettel érkeztek a 21. században. Kedves barátaim, kedves diákok! Minden stratégia, minden válságkezelő program, minden egyes lépésünk egyéni és kollektív jogaink érvényesítésére a hiteles nemzeti kultúrából sarjad, és csak is onnan táplálkozhat. És ha mi következetesen ragaszkodunk ennek szem előtt tartásához, akkor nem tévesztjük el az irányt, a határokon túli nemzetegyesítés új útjain sem. Kívánok ezért a mai kiváló rendezvényen nagyszerű irodalmi élményeket,
amelyen a magyar történelmi emlékezés mohácsai és madéfalvai után a békés nemzetegyesítés irodalmi óráiban mindenki otthon lehet. A 14. klasszikus erdélyi magyar irodalom kárpát-merencei prózafelolvasó versenyt ezennel megnyitom. Még egy nagyon fontos feladatunk van, és még ezt az egy perc türelmet várom. A zsűri bemutatása, hogy itt a vendégek is megismerjék őket, és erre pedig felkérném Király Gábor urat, egyesületi tagunkat, aki szintén a zsűri tagja, és a zsűri tagok legjobb ismerője, hogy ő tegye meg ezt. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és akkor gyorsan megyünk túl a döntő személyek bemutatásán. Elsőnek Kovács Frigyes urat mutatom be, aki a középiskolás zsűri elnöke lesz, és egyben a Szabadkai Színház Élet nagy doyenje, és a jelenleg az Újvidéki Főiskola tanára, elsősorban beszédtechnikát tanít, ha jól tudom. Az általános iskola zsűri elnöke Mikes Imre Elek, a Kosztolányi Dezső Színház, Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház alapító tagja, vezérszínésze, de szinte minden darab főszereplője, őt is nagy szeretettel köszöntöm. És akkor egy színész házaspárról a két színész úr között, őkkel folytatnám, Tallér Edinával, aki a halasi származású írónő, sok darabot írt, alkotott, például utoljára Lehetek én is című kötete jelent meg. Ezt gratulálunk, és őt is szeretettel köszönjük. Az általános iskolai zsűri tagja, és mellettől Gerner Csaba, aki szintén halasi származású, sok ma is menő tévé műsornak, filmnek a szereplője, időnként főszereplője, őt is nagy szeretettel köszöntjük. Ő a középiskolás zsűri tagja. Egy gyönyörű hölgy koszorú ül, ott a Frigyes mögött, kezdjük Erzsikével, Vadkerti Tóth Erzsébet, magyar tanár, nyugdíjas magyar tanár, Bári Szabó István szakközépiskola és a Szilárd János gimnázium magyar tanára. Mellette Szakály Györgyné Editke, a központi általános iskolának, majd az általános művelődési központi iskolának volt a magyar tanára, egyesületünk tagja. Mellette Jeremiás Béláné tanárnő, szintén az egyesületünk alapító tagja, egyesületünk helyben, a legfiatalabb korosztályhoz tartozik. Mellette Bigfalvi Anna, magyar tanár, a pedagógiai és képzeleti szakos végzettsége is van, ő is a középiskolás zsűrinek lesz a tagja. Mögöttük ül Csúszdi Zoltán, a Pébelszberg Intézetnek a tagja, egyébként Szent Tamási, és az általános iskolai zsűrit erősíti, valamint szerény személyem és az általános iskolai zsűrinek vagyok a tagja, és akkor kezdődjük a verseny. A járapatak mentén. Gyermekkorom legboldogabb éveit alsó járában töltöttem, nagyapám házánál. Pedig jára határában alig akadt egy-egy nyúl, kis fogolycsapat, néhány fürj. Kevés volt az erdőben a róka, a vadmacska, a borz, s ha nagy ritkán, remetakan, vagy kisebb vaddisznókonda húzódott be a csereerdőbe a havazás elől, a vadászoknak egy-kettőre reájuk kellett menniük, ha nem akarták, hogy hűlt helyüket találják. Még leginkább a patakmenti berkekben volt kilátás eredményes puskázásra. Nagyapám az ő görbelábú tacskóival szívesen eljárogatott ide is, és nem egyszer egy-egy elejtett nyullal, vadkacsával tért vissza. De ha a vadászoknak kedvük támadt komolyabb vadászatra, úgy szekerekve ülve átrándultak a bikarra, kisbányára, vagy valamely más, még ezeknél is messzebb fekvő vadászterületre. Nekem alsójárában csupán veréb és patkányvadászatra alkalmas légpuskámon s egy 6 mm-es flóberten kívül nem volt más fegyverem. Ezért, ha időnként el is kísértem nagyapámat egyik-másik könnyebb vadász kirándulására, nem mint puskás, hanem mint elemózsia hordozó,
vagy mint bokrászó hajtó szerepeltem a vadászaton. A magam módján mégis bőségesen kijutott a részem alsójárában a puskázásból. Szarkákra vadásztam a berekben, varjakra, szajkókra a kertben, az erdőben, vadgalambra a búzatáblákon. Nem olyan hatalmas, gomolygó füstöt vető, kakasos mordállyal vadásztam, mint nagyapám, de olyan karcsú, elegáns, füst nélküli patrónokja ráró, legújabb serétes puskával sem, mint a szolgabíró. A ház körül a verebeket légpuskával riaszgattam, míg lent a berekben, künt a határban és fönt a csereerdőben Flóbert puskámmal cserkeltem a madarakra, nem egyszer 50-60 lépésről is tűzben ejtve el tollas ellenségemet. Mert hát, ugye az természetes, hogy a vadgalambon kívül, amely nemes vadnak számított, a többi madár, a veréb, a szajkó, a varjú, s mindenek fölött a szarka veszélyes ellenség volt, amellyel a magam fajta toldíszes indiánnak kutya kötelessége éjjel-nappal, pihenés nem is verve, halált megvető bátorsággal harcban állni. Képzeletemben ezek a madarak félelmetes ragadozókká nőttek, és az a gonosz, settenkedő ülű, melyet egy alkalommal sikerült véletlenül szíven találnom, maga az óriás kondor kesejű volt, mely a monda szerint a bárányt és a kicsi gyermeket egyaránt elrabolja. Eleinte mi, gyermekek, kisebb-nagyobb csapatba verődve bódorogtunk a patak menti berkek mélyén. Rabló zsandárt, meg ipjapacsot, vagy ahogyan ezt az legújabbkori gyermekseleg hívja, ityiri-pityirit játszottunk, s ami a legfőbb, indiánosdit. Ezekre a csapatostól való barangolásokra természetesen nem vittem magammal sem a légpuskát, sem a flóbertemet. Tudtam jól, hogy egyik se való olyan helyre, ahol sokan nyüzsögnek. De nem is volt szükségem egyikre sem. Íjakat, nyílvesszőket a fűszvek meg a mogyoró bokrok ágaiból készítettünk magunknak, s ezekkel lődöztünk, vad, csatakiáltásokat hallatva, a láthatatlan ellenségre. Találtunk néhány ócska plékardot egy elhagyott pincében, faragtunk hozzájuk kiegészítésül vadonatújakat házfedéshez való dránicából, s ezekkel vagdalkozva vágtunk magunknak utat a borzadalmas veszedelmeket rejtő dzsungelen keresztül. Nap-nap után olyan lármát csaptunk ott lent, a patak menti berkekben, hogy visszagondolva, ma sem tudom megérteni, vajon a madarak hogyan is szokhattak hozzá ehhez a rettenetes gyermeksivajhoz, s miért is tértek vissza a füzek és a mogyoró bokrok közé, amikor leszállt az alkony, s mi hazakotródtunk. Pedig visszatértek minden este megszokott fűszfáik, mogyoró bokraik közé. De az volt a legkülönösebb ezeknek a madaraknak a viselkedésében, hogyha korán reggel, magányosan, vagy a Molnár fiának, Sándornak a kíséretében, nem mint indián, hanem mint puskával felszerelt madász, madarász jelent meg a berekben, egyetlen elhibázott, vagy nem eléggé óvatos mozdulatomra, cseregve, károgva, vagy vésztjelző szajkó hangokat hallatva röppentek fel előttem a lőtávolon kívül, s menekültek biztonságosabban tűnő rejtek helyek felé a szarkák, varjak, mátyás madarak. A kora reggeli csöndes madarázgatások s a délutáni nagy zsivajgások lent a patak menti berkes helyeken úgy hozzátartoztak a járai nyarakhoz, hogy aligha akadott valaki is a gyermekseregben, aki megsejtette volna, hogy mint minden más, amit az élet örökké való változhatatlan dolognak gondolunk, előbb-utóbb elmaradt tőlünk az átváltozik. Pedig ennek is eljött az ideje. Egy nyári napon rég nem látott kedves vendégünk érkezett. Szép vállas, magas, sasorú, szőke, 18 éves fiatalember, Amerikából, az én féltestvérem. Világszép anyámnak tökéletes mása, ami ennek valamikor megálmodhatta volna
az eszményi fiú gyermeket. Nagy volt az öröm, amikor megérkezett galambszürke, flanell nadrágban, habfehér inge fölé könnyedén, hűvösen boruló, sötétkék lüsztárkabátban, széles karimájú panama kalappal a fején, fehér vászonból való, sarok nélküli teniszcipőben. Hát hogy ne lett volna öröm az érkezése? 13 éves lehetett legfennebb, amikor nem bírván az itteni, annyi kötöttségtől terhes, lassú mozgású életet, visszakéredzett szülőhazájába, hogy ott saját gusztusa szerint élhessen, tanulhasson, dolgozhasson. Azóta először és utoljára jött el hozzánk, anyát és féltestvéreket látogatni. Bizony, volt bőséges örömkönny hullatás, amikor megérkezett. Ahányan voltunk, gyermekek és felnőttek, a nyakába csimpaszkodtunk, mintha így akarnánk örökre magunkhoz láncolni a hazalátogató rokont, vagy ha ez nem sikerülne, legalább megállítani minél hosszabbra nyújtani az időt, mely a boldog viszontlátás örömével ajándékozott meg minket. Az örömkönnyek azonban rendre elfogytak, a szenvedélyes ölelkezés elcsitult, hogy helyükbe lépjen a simogató, meleg, egyre jobban vidámodó szavak. Mire bekísértük szobájába, már mosolya ragyogott, mint mindannyiunk arcán, szavaink mögött boldog kacajok gurulláztak. Megmosakodott, elhelyezkedett, de nem pihent volna le a világ minden kincseért sem. Sajnált bár egyetlen percet is elcsenni szundítására a viszontlátás örömteljes óráiból. Kicsomagolt, kevés holmiát elrakta szép rendben a helyére, és kezdetét vette a viszontlátás boldog óráinak következő nagy jelenete, az ajándékoztás. Milyen szép, nemes figyelmességgel voltak összeválogatva azok az ajándékok. Nagypapa új tajtékpipát kapott. Anyám sejemből való földigérő indián sálat, s hozzá mindenféle apró női csecsebecsét. Testvéreim matróz blúzt, szalmakalapokat, nénikém érzelmes angol regényeket. Végül egy sárga bőrből való, titokzatos betűkkel, számokkal díszített, hatalmas labda, legalább kétszer akkora, mint a fejem, került elő a csomagból egy tartalék belső gumival, s a labda felfúvásához való kis kézi pumpával. A nekem szánt ajándék az első futballlabda. Abban az időben ott, alsójárában még nem divatozott a labdarúgás. Csak időnként hallottunk ilyen alig felfogható szavakat, mint centercsatár, back, kapus, meg tribli, szöktetés, zseniális labdakezelés és a futballsporttal kapcsolatos neveket, Schlosser, stb. Nagyvárosokban járt tisztviselők, meg fazekasívjak, nyári szabadságra hazajött preparandisták csevegtek egymás között ilyesmikről, de mi nem értettük ezekből a csevegésekből egy mukkot sem. Mert mi még az indiánosdiban, meg az ipi apacsban éltük ki játékszenvedélyünket. De most várhatatlan hirtelenséggel megjelent, kézzelfogható valóságában itt sárgálott, gömbölyödött, ugrált közvetlenül a szemünk előtt a maga teljes, csábító szépségében az új sport pompás eszköze és szimbóluma, a futballlabda. S méghozzá nem magányosan jött, postacsomagban vagy teheráruként, ahogy a többi tornaeszközök szoktak, hanem kézből, személyes kísérlettel. És milyen kísérlettel? Ő hozta, a Régendvár féltestvér, maga is futballista, rögbi játékos, sőt, amint rövidesen megtudtuk, az egyik amerikai bányamérnöki főiskola baseball csapatának tekintélyes tagja. Milyen virítóan sárga, milyen gyönyörű volt ez a hatalmas labda, a felülete sima tapintatú, mint a legfinomabb ásonyi, és az illata vódító nyerekszappanszag, vadunatói lószerszámokére emlékeztető.
meg se tudtam szólalni a meghatottságtól, amikor a felfújt labdát átvettem, s az arcomhoz szorítottam. Olyan csábolyosan mosolygott reám az a labda, mint valami szerelem legyulladt szép lány. Hallgattam sokáig, végül mégis kibögtem. Meg szeretném mutatni a barátaimnak. Vidáman rám kacagott az ajándékozó. Egy szóval tetszik neked? Most már én is kacagtam, felszabadultam, boldogan. Nagyon-nagyon. Kiáltottam fel szinte önkívületben, és a nyakába ugrottam. Így lettem annak idején, gyermekszívvel értékelve, alsójárában a legnagyobb kincs tulajdonosa. Kora délutánra összegyűlt a kíváncsi gyermeksereg. A fő utcából, a piac térről, a vízen túlról, a szolgabírósággal szembeni sikátorból. Lehettünk 15-20-an is, amikor nekivágtunk a kertnek, át a Járapatak hídján, neki a Szabó Sándorék tanyájának, melynek közelében alkalmasnak mutatkozott a hely az újfajta labdajáték bemutatására. Amikor a helyszínre érkeztünk, féltestvérem közén gurította a labdát, s hagyta, hogy egy ideig ide-oda dobigáljuk, lögdössük, óvatosan egyszer-kétszer bele is rugdossunk. Aztán, mikor már kezdtünk kissé bakalódni, hosszú karjaival közé nyúlt, kikanalazta összekavarodott lábaink közül azt a labdát, és néhány lépést téve hátrafelé, hogy szabaddá tegye maga körül a terepet, oda szólt hozzánk, kissé idegenes hangsúlyú magyarsággal. Ezt csináljátok utánam, fiúk! És már is felpöccintette kezével maga elé a labdát, s amikor az éppen hullani kezdett volna visszafelé, olyan hatalmas rendülettel rúgott beléje, hogy az csak úgy puffant, és rettenő csefeltséggel nekiíramodott az égnek. Szájtátva, csillogó szemekkel bámultunk az óriási labda után, amely mintha egyre gyorsulva a tempója szédületes sebességgel rohant fel a magasba. Ahogyan egyre mind kapaszkodott feljebb, feljebb, az volt az érzésem, hogyha csak valami váratlan esemény meg nem változtatja sorsát, előbb-utóbb beleütközik abba a szép, kövér bárányfelhőbe, mely méltóság teljesen úszott fölöttünk, s az ölébe ülve elrepül vele az ismeretlen messzeségbe, a végtelenbe. Milyen jó is volt tapasztalni, hogy amikor már olyan magasan libegett, hogy lentről alig tűnt öklömnyinél nagyobbnak, egyszerre csak mégis megállt, majd pillanatnyi idő múlva, egyre forogva önmaga tengelye körül, elkezdett rohamosan gyorsuló ütemmel zuhanni vissza a föld felé. Ó, milyen szívet rendítően szép, mély hangon puffant, amikor földet ért, s ó, milyen hatalmasat szökkent utána, egyszer, kétszer, tízszer. Amíg csak féltestvérem utána nem nyúlt, hogy karjának, kezének egy lendületesen szép, ritmikus mozdulatával elkapja. No, fiúk, ezt csináljátok utánam, ismételte kacagva, s most már az előzőnél gyöngébb mozdulattal röpítette égnek a sárga labdát, mégpedig úgy, hogy amikor visszahúl közénk, az ámuló, bámuló, tolongó gyermekcsapat kellős közepébe essék. Szögdösbe kapkodtunk a labda után. Öleltük, rúgtuk, szorítottuk. Szinte önkívületibe esve tolongtunk, bugdácsoltunk körülötte, lögdösöltünk, kacagtunk, sikoltoztunk. Egy nyári délutánnak szürkületbe torkoló néhány órácskája alatt így lettünk rabjai annak a számomra már érthetetlen szenvedélynek, mely néhány rövid esztendő leforgása alatt csak nem az egész világot lázba hozta a gyermekeket, ifjakat, felnőtteket és aggasztjának száz meg százmillióit. Magam is lelkesen rugdostam, tribliztem, szöktettem és loholtam elfúló lélegzettel a meselabda után, hogy ki ne guruljon csapatom kárára a határvonalon túlra.
Azokban a napokban, a kezdet napjaiban nem sejtettem még, hogy gyermekkorom álomvilágának hány soha meg nem szüntethetőnek hitt szépségétől fog örökre megfosztani az új játékszenvedély, mely hatalmába kerintette szinte egy csapásra, alsójára egész gyermekseregét. De nem sejtettem azt sem, hogy az elvesztett szépségek helyét hogyan fogják benépesíteni új szépségek, új szenvedélyek, egész életemre hozzám szeküldő, soha el nem vehető gyönyörűségek. A kezdetnek azon az első napján még együtt lelkendeztem gyermektársaimmal, és bosszankodtam, amikor Sándorka, a Molnár szűkszavú fia, szemtelen arccal nézett a magasba szálló labda után, majd megjegyezte. A sasmadár szebben repül. Addig, amíg féltestvérem nálunk tartózkodott, a megszokott régi játékrendünk nem változott, csak kiegészült egy érdekes, izgalmas új játékkal. De amikor a rokoni látogatás boldog napjai véget értek, s ő visszatért tengeren túli hazájába, gyermekseregünkben rövidesen felkerülkedtek azok, akiket immár semmi más nem érdekelt, csak a futball. Ezek többé hallani sem akartak ipiapacsról, indiánosdiról, rablózsandáról, s egyéb hasonló gyerekségekről. Az én labdámmal hetenként csak kétszer játszunk. Nem akarom, hogy egy-kettőre cafatokká rúgjuk. Jelentettem ki, de hasztalan, mert Isten tudja, honnan, öklömnyi, lószőrrel töltött bőrlabdák kerültek elő, és rongyokból bógozott, kötözött, ormótlan labdautánzatok is. És azokon a napokon, amikor az enyém nem állt rendelkezésükre, reggeltől estig ezeket rugdosták, ezekkel tréníroztak. Szerdán és szombaton, amikor az én labdám volt a soros, továbbra is szívesen rugdostam magam is, skapkodtam szögdécselve, vetődve a kapu szájánál a repülő boszorkány után. De napról napra mindinkább éreztem, hogy a gyermeksereg minden percét hatalmába kerítő futballáz sohasem kárpótolhat engem azokért a feledhetetlenül szép játékokért, amelyeket csak nem egy év forva a természettel űztünk, még alig néhány héttel ezelőtt a patak menti berkekben. Szerda és szombat kivételével nap-nap után ott csatangoltam Sándorkával a patak menti berkes helyeken, vagy fönt, a falu feletti csereerdő ösvényein. Néha elkódorogtunk a valamikori római hídhoz, hol megkövesedett csigákat és különös rajzú, régi cserépdarabokat gyűjtöttünk, máskor megmásztuk az akasztófa dombot, hogy átfoghassuk tekintetünkkel a változatokban gazdag messzi tájat, melybe ezüstösen csillogó kígyóvonalat hasít a zengetova rohanó járapatak. Lassan járkáltunk, és sokszor és sokfelé elüldögéltünk hosszasan. Régi, abba maradt játékainkat ritkán emlegettük, mégis tisztában voltunk vele, hogy ezeken a gyakori üldögélésekkel váltakozó csöndes csatangolásokon az ipiapacsot, a rablózsandárt, meg az indiánosdit temetjük. A kora reggeli órákban egyedül csatangoltam, napközben Sándorkával kettesben, ünnepélyes hangulatban. De amikor egy alkonyi csatangolásunkon Flaubert puskámmal felfegyverkezve jelentem meg, és megpillantottam Sándorka hóna alatt madár meghatározó képeskönyvét, önkéntlenül felkacagtam. Sándorka néhány pillanatig értetlenül bámult rám, de amikor észrevette, hogy puskát hoztam magammal, ő is felnevetett, szívből, felszabadultan, boldogan. Halász, vadász, madarász, mondta, és kötekedő kedvesen kacsintott Flaubertem felé. Én pedig ráfeleltem a versike második sorát. Üres tarisznyában kotorász, és a jár a patak menti füzes magyaros berkek utolsó mohinkánja és vinetúja, lelépve az ipiapacsok, rablózsandárjátékok, indiánosdik hadiösvényéről, elásták csatabágyukat, a képzett ellenféllel elszívták a békepipát, hogy a cserkelve vadászok, a természet megfigyelők meglepetésékben, kaland lehetőségekben még többet ígérő, egyre változatosabb szépségek felé kanyargó ösvényére lépjenek.
Sándorka, madár meghatározója, nem volt könyvtárba kívánkozó remek mű. Természetrajzi tankönyvekből, képes újságokból kivágott illusztrációkból, kisgyermekeknek való, kihúzható s felállítható képes könyvek lapjéből állította össze valaki gyermekbarát. Talán Tulogdi bácsi, az Állami Elemi Népiskola igazgató tanítója. De a célnak megfelelt, mert fellelhető volt benne, mintegy 40-50 olyan hasznos és kártékony madárnak a képmása, melyek sűrűbben vagy ritkábban, de előfordultak a Jára patak mentén. A legtöbb madárportrén könnyen felismerhető volt eredetie. Voltak azonban olyan elvontak is közöttük, hogy ugyancsak működésbe kellett léptetnünk képzeletünket, hogy meg tudjuk állapítani, miféle madarat ábrázolnak. Szerencsére egyikünk sem szenvedett képzelethiányban, így a madár meghatározó adataira s gyarapodó tapasztalatainkra támaszkodva egyre nagyobb biztonsággal tudtuk megállapítani, melyik madarat kell elpusztítani, melyiket kell megvédeni a ragadozóktól s a parittyázó gyermekektől. A felismerés, hogy cserkelve, vadászva, szórakozva hasznos feladatot is végzünk, az első biztos lépés volt abba az irányba, hogy természetjáró tekergéseink életre szóló szenvedélyé váljanak. Valóban, Sándorka akkor indult el azon az úton, mely a természetrajz tanári diplomához és a madárpreparálás mesterségének valóságos művészetté fejlesztéséhez vezetett, magam pedig ekkor lettem egész életemben rabja a kettesben vagy magányosan űzött cserkelővadászatnak, mely a természetvilág igaz megismerésének és a vadvédelem gyakorlásának gyönyörűségével ajándékozott meg. A fészkelő madaraknak kihelyezett odúktól, a kívánatos fagyúfalatokkal kedveskedő cinkeltetőktől, messzi az út a szarvasoknak, őzeknek készített sózóvájukig, itatókig, illatos szénával töltött szénatartókig. A picinke tojásokat, madárfiókákat rabló ragadozó madarak elejtése fölött érzett öröm nehezen mérhető ahhoz a szívet, idegeket megtáncoltató izgalomhoz, amely akkor keríti hatalmába az embert, amikor sikerül, napokig tartó követése után állatvilágunk legveszedelmesebb ellenségét, a vérengző ordast elejtenünk. A lényege mégis mindezeknek ugyanaz. És én nem hiszem, hogy szarvasok, őzek, fajtmadarak igaz védelmezőjévé válhat az, aki a természetvédelmet nem a kezdeti feladatok elvégzésével, a szarkák, varjak, egyéb kártékony madarak pusztításával, cinkék, vörösbegyek s más hasznos madarak etetésével, gondozásával kezdi. Ezekre az időkre esik első horgászélményem is. Egy alkalommal kirándulni mentünk sarjúval kipárnázott fazekas szekeren járavizére. Nem jutottam fel a tetőre, ha jól emlékszem azért, mert csak gyalog vagy lóháton lehetett közlekedni akkor a járavizei erdészház és Dobrin között. A tavaszi nagyvizek ugyanis feldúlták a tető felé kanyargó, amúgy is kezdetleges szekérutat, s csak nem teljesen járhatatlanná tették. A járavizei erdészlakban kaptunk szállást. Házigazdánk nevére már nem emlékszem. Rettenetesen kövér ember volt. Mázsánál jóval többet nyomhatott a teste. Kurta nyakán hátul ráncokat vetett a bőre. A hasa annyira kiállt, hogyha meg akarta nézni a cipője hegyét, és előrehajolt, úgy tűnt, mindjárt orra bukik. Ilyenkor hangosan fújt, szuszogott. Amikor valami nagyon mulattatta, halsányan kacagott, és tarka zsebkendőjével törölgette, legyezgette a homlokát. Barátságos, vendégszerető ember volt, ha kissé magasan is hordta az orrát. És úgy tűnt, hogy szereti a nőket, legalábbis azt a férfias mozgású, kissé már terebélyesedni kezdő, mégis fenyőszálfára emlékeztető özvegyasszonyt, aki ott nyaralt az erdészlakban, és reggeltől estig szorgalmasan pisztrángászott. Itt járavizén mindig volt mindenkinek valami érdekes, új élménye, elmesélni valója, de akárki akármit is mesélt, az erdésznek mindig volt valami hasonló, de még különb esete, amellyel igyekezett egy-kettőle letromfolni a mesélőket. Csak a száfatermetű asszonyt nem próbálta letromfolni soha. Akár érdekes volt az élménye, amit mondott, akár nem,
az elismerés harsogó hahotájával vagy cicegő szörnyűködéssel fogadta történeteit, s elismerését időnként egy-egy kéztyúkkal is aláhúzta. Óriási, nagyszerű, mégiscsak rettenetes, szinte hihetetlen, kiáltozta, szorgalmasan törölgetve zsebkendőjével a homlokát, tarkóját. Az özvegyasszony pedig azzal viszonozta az elismerő szavakat, hogy Erdész bácsi édes, nagy becézte a behemót testű embert. Én a fenyőfa szálfára emlékeztető özvegyasszonnyal egy-kettőre megbarátkoztam. Értette, hogyan kell a fiú gyermeknek bizalmába férkőzni. Engem nem édesezett, mint az erdészt, nem is beszélt hozzám pityegve, babusgató hangocskákat keverve szavai közé. Nem köszöntött csókkal, cirógatással, de kezet szorított velem úgy, ahogy férfi szokott a férfival, és már is megkérdezte, szoktam-e horgászni. Egyetlen pillantásomból megállapította, hogy horgász nem vagyok, s már igazította is helyre a szavait. Jaj, most látom csak, elnye, észre sem vettem a puskát a válladon. Vadász vagy, gondolhattam volna. Vadászgatok, feleltem azoknak a férfiaknak a szerénységével, akiknek nincsen semmi szégyenvalójuk, majd megjegyeztem, egyszer majd fogok halászni is. Egyszer, harsant föl mélyen zengő, mégis asszonyos hangja. Már holnap. Velem. Jó? Meg se pihentem, még ki se fújtam magam, s már is együtt kotoráztam vele kincsei, a horgok, műlegyek, húrok és zsinegek, s ki tudja még mi mindenféle horgászkészségei tömkelegében. Az erdész is kedveskedni akart velem, s ezt mondta. Vannak nagyszerű magyarófa veszőim. Jó szárazok, rugalmasak. Választ ki magadnak közülük azt, amelyik neked legjobban. Az asszony a szavába vágott. Nem, Erdész bácsi, édes, nem magyarófa veszővel horgászik az én ifjú barátom. A tartalék Greenwood horgászbotommal. Ugye tudja, melyikre gondolok? Arra a rövidebbikre. Mihelyt kimondta ezeket a szavakat, én már feltétlen híve voltam a fenyőfaszára emlékeztető özvegyasszonynak. Gondolkodás nélkül követtem volna bárhova, akár a pokol tüzébe is. Szerencsére azonban nem oda, hanem horgászkirándulásra kellett követnem őt, már másnap reggel, fölfelé a Járapatak völgyén. Pirkadatkor indultunk. Elől a horgászasszony, mögötte én. Mindketten Greenwood horgászbottal felszerelve. Rendkívül büszke voltam horgászkészségemre, melyért nem egy sporthorgász bizonyára kész lett volna jelentős pénzeket adni. Csak később tudtam a maga teljességében értékelni ezt a körülményt. Amikor éveken át ereszalra szárított magyarófa veszővel, s nem egyszer jobb híján, cérnából és hajlított gombos tűből összeállított szerelékkel horgáztam. De járavizei kirándulásom idején számomra még szűz terület volt a pisztrángos patakok világa. Nem a halfogás lehetősége késztetett kitartásra, hanem az a szokatlan, vonzó körülmény, hogy naphosszat együtt lehettem egy olyan felnőttel, aki nem úgy foglalkozott velem, ahogyan gyermekekkel szokás, leereszkedő nyájassággal, gügyögő kedvességgel, hanem úgy, mint akit egyenlő rangú kirándulótársnak, horgász kollégának tekint. Természetesen szinte férfias közvetlenséggel. Mindaddig, amíg a halak bosszantgatása, csalogatása, a legyező játékra került a sor, ment minden úgy, mint a karikacsapás. Ő kivette a horgászbotját a védőtokból, én is azt tettem. Összeállította a botot, én is összeállítottam az enyémet. Megfigyeltem, hogyan erősíti fel a zsinórtartó orsót, ezt is leutánoztam. A műlegyes horgot az enyémre is ő szerelte fel, volt ebben a cselekedetében valami tapintatos ravaszkodás.
Meg akarta előzni, hogy valami elügyetlenkedett szerelés miatt esetleg szégyenkeznem kelljen. Ezt nem az eszemmel vettem észre, hanem csak úgy. Szinte ösztönösen éreztem meg. De a halaknak, azoknak a szép, piros, pettyes pisztrángoknak nem parancsolhatott. S azok, mint valami kötekedő, ízig, vérig, mókás, hóbortos, táncos vízitündérek, valósággal csúfot űztek belőlem. Mihelyt megpillantottuk a jó pisztráng tanyának tűnő első gübőt, áttörtettünk a nagyra nőtt keserű lap és sűrűségen, és leereszkedtünk a patak mellé. Az asszony könnyed mozdulattal, mintha csupán meghímbáltatná horgászbotját, hátra, majd előre lébentette azt, s az előkéje ágas végződésére szerelt két műlégy, már is rátelepedett az örvénylő patak hátára. Úgy, mintha csak véletlenségből, játékos tévedésből pottyantak volna oda. Pillanatnyi idő sem telt el, s már is felvágott az örvénylést okozó nagykő alól egy ezüstösen csillogó pisztráng. Feszült a zsineg, hajlott a horgászbot hegye, s mintha villanyáram futkosna keresztül rajtuk, remegni kezdett a bot és a feszülő zsinór. A jelenet hatása alatt már bizseregni kezdett bennem egy előttem addig ismeretlen izgalom, a horgászláz. És olyan hirtelenséggel, hogy csak akkor döbbentem rá, mit cselekedtem, amikor már visszacsinálni a dolgot nem lehetett. Oda kiáltottam az asszonynak. Dobja ki! A partra! Elmegy! Dobja ki! Hamar, hamar! Ő egyetlen pillantásra sem méltatta kiáltozásomat. Úgy tett, mintha megsüketült volna. És elkezdett méltóság teljes nyugalommal játszadozni a horogra akadt hallal. Hol maga felé húzta, néhány lábnyit felcsőrölve a horgás zsinórból, hol ugyanannyit utána eresztett a zsinórból, hogy fogja, távolabb kerülve, néhány félkört írhasson le rabtartója körül. Eltartott néhány percig ez a játék, a hal fárasztása. Adódott egy-két pillanat, amikor úgy láttam, most szabadul el örökre a pisztráng. Olyan magasra hágott bennem a horgászláz, hogy véresre haraptam az ajkamat, s a mellem úgy fújt, mint a kovács fújtató. Megdöbbentő, nem, több, felháborító volt az asszony méltóság teljes nyugalma. Felháborító, de imponáló. Ahogyan arcizmainak egyetlen ideges rándulása nélkül hol kifuttatta, hol közelebbre kényszerítette fogját, egyetlen pillanatig sem hagyva, hogy a horgászsinór feszülése gyöngülhessen, ez valóban imponáló volt. A hal eleinte csapkodott, ugrált, így próbálta kiszabadítani magát. Aztán igyekezett, meg-megrángatva a zsinort, minél messzibbre elúszni rabtartójától, majd váratlanul szembeúszással lazítani a zsinór feszülésén. De hiába próbálkozott így is, úgy is, nem tudta kivetni szájából a horgot, és rendre megszelidült. Észrevehetően rohamosan fáradni kezdett. Erre az asszony valamivel keményebbre feszítette a horgás zsinort, és egyre erélyesebben kényszerítette a halat arra, hogy a víz szintje felé törekedjék. A pisztráng egy kis ideig még védekezett, de aztán feladta a harcot, és orra, nyitott szája megjelent a víztükör felett, a fröcskölő habok között. Most egyre gyorsuló ütemben csőrölte az asszony a zsineget, s a zsákmány rohamosan közeledett a szák a kiemelő háló felé. Ami ezután következett, mindaz pillanatok alatt zajlott le. A szák alámerülése, a pisztrán kiemelése, a horognak a hal szájából való kiakasztása, a vergődő halnak főbekoppintással való gyors kivégzése. És ott feküdt, immár széles, nagy keserű lapikból való ravatalán, villogó, fényes, vérvörös pettyekkel díszített, jó fél kiló súlyú, gyönyörű pisztráng. Oda húzottam a horgászasszony mellé. Hatalmas testének árnyéka beborított, mintha védeni akarna az egyre forrósodó napsugarak hevétől.
Nem bírtam betelni a pisztránk szépségével. Micsoda színek, micsoda fények, micsoda vonalak. Tapsolni, újongani szerettem volna elragadtatásomban. Ne búsulj, barátom, te is fogsz majd pisztrángot. Sokat, ennél még szebbeket is. Zengett belé gondolataimba az asszony bíztatása, és én hálásan néztem fel rá. Az a méltóság teljes nyugalom, ami egész bosszantott az imént, eltűnt az arcáról. Öröm és megelégedettség sugárzott tekintetéből. Ekkor fedeztem fel gyermeki meglepetéssel, hogy a szeme tengerkék, s dióbarna hajába aranyló tincseket loptak bele a mókás kedvű napsugarak. Nevét rég elfelejtettem, de szemének a színére még ma is jól emlékszem, s azokra a játékosan aranyló tincsekre is a dióbarna hullámok között. A déli órákig megszakítás nélkül horgáztunk. Ő fogott még néhány halat. Nekem is volt 2-3 kapásom, de megakasztanom egyet sem sikerült. Mégsem kedvetlenedtem el. Sőt, magamban makacsul fogadkoztam, hogy ha a karom le is szakadna a folytonos dobigálástól, akkor sem hagyom abba, amíg ki nem szedek a patakból legalább egy pisztrángot. A déli pihenő hozzátartozott a horgászprogramhoz, nem számított a küzdelem ideiglenes feladásának sem. Falatozás és délutáni szúnyókálás után így szólt hozzám az asszony. Még heverünk egy órát, aztán folytatjuk. A horgodat sáskával csalizzuk fel. Azzal biztosan megagasztod első pisztrángodat. Tiltakozni akartam, de elhallgattatott. Én kezdetben csak sáskával horgáztam. Előfordul azóta is gyakran, hogy sáskázom egy-egy napon. Mindenféle halászatnak megvan a maga sajátos érdekessége, szépsége. Tudod, néha csupa hecből, vagy virtusból talán. Szétszedem és visszacsomagolom horgászbutomat a tokjába, finom készségeimet berakom a táskámba, aztán közönséges cérnára magam hajlított a gömbös tűt szerelek. A cérnaszál másik végét mogyorófa veszőhegyéhez erősítem, s ezzel a szerelékkel próbálok pisztrángot fogni. Tudod, milyen öröm, amikor sikerül így csibész módra egy-egy pisztrángot kiemelni? Szákkal? Kérdeztem bizontalanul. Fenét! Kacagott. Csak úgy bottal, meg cérnával. Jó svungot veszek, s kidobom a partra. Úgy, ahogy te akartad volna, hogy dobjam, amikor féltél, hogy elszalasztom a mai első pisztrángomat. Bizony, jól esik néha ilyen egyszerű, ősi módon keveredni a halakkal. Nagyon értette, hogyan kell a fiú gyermekekkel bánni. Játékos beszédével elérte azt, hogy nem támadt alacsony rendűségi érzésem, mikor kívánsága szerint a délutáni horgászatunkon műlék helyett sáskacsalis horoggal haláztam. Mégpedig nem is rossz eledménnyel. Néhány pisztrángot ugyan a délután folyamán is elszalasztottam, de közvetlenül besötétedés előtt, néhány perc leforgása alatt sikerült egymás után kettőt megakasztanom. Zsibész módra, hatalmas lendülettel kiröpítettem a keserű lapival benőtt partra. Este az özvegyasszony balján büszkeségtől dagadó mellért értem vissza halásztanyánkra, a járavizai erdészlakba. Még 2 napig horgáztunk. Jó időben, szép eredménnyel. Ő 3 nap alatt mintegy 50-60 pisztrángot fogott. De nekem is sikerült a 3 nap alatt összesen 6-ot megakasztani. Méghozzá az egyiket szürke darázsnak nevezett műlégyel. Horgásznapjaim leteltével nagy melegséggel búcsúztam el vendéglátóházi gazdámtól, és a nála vendégeskedő, fenyőszálfára emlékeztető özvegyasszontól. Elégedetten fészkeltem be magam a sarjúval kipárnázott fazekasz szekérülébe. S míg kiránduló társaim felváltva csevegtek, kacagtak, énekeltek. Én félálomba szédülve boldogan gondoltam vissza első horgászkirándulásom élményeire. Járavízére utoljára 15 éves koromban rándultam ki.
alsójárában 4 évtizeddel ezelőtt látogattam el. Életem folyamán gyakran vágtam a Dobrin tövébe, és a járapatak menti berkekbe. De valahogy miért is, magam sem tudnám megmondani, sohasem teljesült a vágyam. De a reménységet nem adom fel, hogy egyszer valamikor, mielőtt még túlságosan elszaladna fölöttem az idő, néhány napra visszatérek oda, hogy úgy, ahogyan az a meglettkorú horgászvadászhoz illik. Még egyszer körültekintsek azon a tájon, melyhez első pisztránk horgászatom, s tapogatózó cserkeléseim feledhetetlen emlékei fűződnek. Az én személyes nyúlvadász élményeim közül az elsőnek időpontja 10 éves koromra esik. Még most is izgalom fog el, amikor emlékképei felevelednek bennem. Pedig annak a nevezetes mezőségi vadásznapnak a zsákmánya csupán egy nyúlból állt, s még azt az egy nyulat sem fegyverrel terítettem le. Abban az időben az a tévhit duzzasztotta a mellemet, hogy mire felnövök, nem csak neves vadász, de még nevesebb lovas is lesz belőlem. Ez a meggyőződés buzdított arra, hogy nap után gyakoroljam magam a lovaglás tudományában. Lovagoltam tehát szorgalmasan minden reggel, amíg ki nem melegedett túlságosan az idő, vagy meg nem éheztem. Lovagoltam úgy, ahogy lehetett, mert bizony ott a mezőségen, vendéglátó nénikémnél legalábbis abban az időben 2 batárba való, nagy csontú, meglett korú kocsilovon kívül csak egy még meglettebb korú, lassú, járású, mokány lovacska bóbiskolt, az Isten tudja miért, parádésnak nevezett lóistállóban. Ez a dús, sörényű, kurtanyakú, viharvert lovacska lehetett, már úgy jó 21 néhány éves, s gondolom, 2 kerekű taligába fogva azt a kevés munkát, moslékszállítást a disznóknak, répaszelet hordását a tehénistállóba, szalmásganét a kocsilovak alól a trágyadomra, csak azért végeztették vele, hogy ne érezze magát kegyelem kenyérre szorult, ingyen élőnek ott, abban a parádés istállóban. Ő minden esetre meg lehetett győződve arról, ha csak ugyanolyan bölcs, gondolkodó lény volt, amilyennek vendéglátó nénikém tartotta, hogy a kosztlakást, teljes ellátást kevés és könnyű, csak nem semmi nap munkájával bőségesen megfizette. Legalábbis erre vallott az az ünnepélyes lassúság, amellyel a kis 2 kerekű taligát egyik rendeltetési helyéről a másikra vonszolta. Mindeneke felett az a csaknem csigáira hasonlító vánszorgás, amellyel akkor változtatta helyét, amikor nagy ritkán a napi megszokott fordulókon kívül egyet többletfuvart is kellett teljesítenie. Hát ez volt ama versenyparipa, amelyre felkapaszkodva lovas gyakorlataimat végeztem. Ezek a lovas gyakorlatok abból álltak, hogy pokróccal fárnyálgárt hátára kapaszkodva felléptettem vele a fenyő allén 2 öreg s 3 kölyök agár kíséretében. A változatosság kedvéért néha átvágtunk a kúria előtt, s felkanyarodtunk jobbra, az oldalas terpeszkedő majoron keresztül, a gabonaföldeket szegélyező akácsorhoz. Az itt végighúzódó füves ösvény volt az egyetlen útvonal, amelyen az öreg lovacska hajlandó volt, az agarak nagy örömére, pálcám és sarkaim biztatása mellett lassú lépésből kocogó trabba váltani át, sőt visszajövet 100-150 méternyi hosszon bemutatni, hogyha úgy tartja kedve, ki tud ő még vágni egy-egy csöndes, rövid galoppot is. Ez az időnként kurta galoppal díszített ügetés volt naponkénti lovas gyakorlataim csúcspontja, bizonygatása annak, hogy reggeli lovaglásom nem naplopás, de felkészülés az eljövendő nagy lovas sikerekre, melyeknek egyes megkapó jelenetei szépen és világosan rajzolódtak fel képzeletem tarka álomkárpittyára.
Egy szép, napsütéses reggelen a szokottnál több időt töltöttünk az akácsornál, mivel ott számomra igen érdekes látnivaló adódott. Aznap éjjel, miután útközben néhány hidat pozdorjává zúzott, megérkezett a marosvásárhelyi cukorgyár gőzekéje, s éppen akkor állították be az egyik tábla két végébe hatalmas mozdonyait. Mifelénk, a járavize mellett ilyen hatalmas, sziszegő, sípoló, félelmetesen dohogó gépeket nem lehetett látni. Nem mulaszthattam el alapos megbámulását. Lovamat kantárszáránál fogva hozzákötöttem az egyik akácfához. Az agarak, mintha védelmet keresnének a gőzölgő, fekete gépszörnyetegek elől, reszketve, vinnyogva húzódtak az akácfa gyér árnyéka alá, a mokány lovacska mellé. Két évvel előbb már láttam puffogva, büdösen, füstölögve, ló nélkül vágtató ördögszekeret, egy Amerikából hazatért kávbolynak láncos hajtású autóját, és egy másikat, melyen a Schick-féle szappangyár kulcs és szarvasvédegyű mosószappanjait népszerűsítő kereskedelmi ügynökök robogtak be alsójára piaszterére, 30-40 kilométeres sebességgel és hatalmas porfelhőt kavarva. Ezer számra szórták szét a vásáros nép között a reklámcédulákat, s az ámuló-bámuló gyermekek markába diónagyságú mintaszappankákat nyomták. Déván csodáltam meg a másik gépkocsit, amikor a mesterségéből kidőlt, s hazajött öreg kábboly, megállítván autóját a nagy vendéglő előtt, szédületes lasszú mutatványokkal és szemfényvesztően ügyes diabolózással botránkoztatta meg a város minden rendű és rangú gyermekeinek igaz gyönyörűségére a jó polgárokat. Izgalmas látnivalók voltak az első gépkocsik, de semmik a gőzeke két elefánt méretű mozdonyához képest. Elnéztem voltla étlen szomjan, akár estig is azokat a félelmetes fekete szörnyetegeket, de egy-két órás bámészkodás után a gépész elzavart az akácfasor mellől, mondván, hogy indul a szántás, s veszedelmes dolog ilyenkor a két mozdony között feszülő, az e-két előre-hátra vonszoló sodrony kötél közelében tartózkodni. Lógó orral oldottam el az akácfa törzsétől lovacskám kantárszárát, s bánatba borultan kapaszkodtam fel a hátára. Körülvéve az agaraktól, egy ideig még ott keringtem a közelben, de amikor a cukorgyár emberei erélyesebb szavakkal kezdtek hozzálátni a bámészkodók szétoszlatásához, okosabbnak láttam, ha kutyakerítésemmel engedelmesen odébb állok. Megdöfködtem hát cipőim sarkával az öreg lovacska vékonyát, s megbiztatva kissé nátpálcámmal is elindultunk. Felkapaszkodtunk a domboldalra, ahonnan zavartalanul nézhettük volna a gőzekével való szántás új csodáját, de egy olyan váratlan esemény jött közbe, amely pillanatok alatt keresztül húzta számításaimat. Alig, hogy felértünk ugyanis a kellő magasságba, ahonnan tekintetemmel jól átfoghattam a széles, felforgatásra váró búzatarlót, s ültömben kissé féloldalt fordulva visszapillantottam a két gőzgépszörnyetegre, lovacskám hirtelen, mintha darás furta volna bele a hasába fullánkját, a gerincét púposra görvítve, akkorát szökkent alattam, hogy ettől a nem várt lökéstől, mint valami elhajított kő perdültem le róla. Szerencse, hogy estemben néhány pillanatig még markoltam egyik kezemmel a kantárszárat, s ezzel annyira csökkentettem esésem sebességét, hogy sikerült megpillantani a ló megriadásának okát. Egy kövér nyulat, amely közvetlenül mellőlünk szökkent fel, és futott neki a nagyvilágnak. Micsoda kavarodás! Elölvágtat a nyúl, hátravetett fülekkel, utána az agarak apraja nagyja, mögöttük a lovas terhétől megszabadult ló, egészen belefiatalodva a hajszába, s végül elmaradva mögöttük, mégis szívósan követve őket jómagam, a pórul járt versenylovas jelölt, aki gyalog szágult utánuk, ahogy csak bírják lábai, s ő a szusszal. A két öreg agár, vihar, meg hajrá, 4 éve nem vadászhattak, mert akkor szűnt meg ezen a tájon a vadállományra könnyen végzetessé válható lovassport, az agarászat.
Lám, mégis, mihelyt alkalom adódott rá, ott folytatták a hajszát, ahol 4 éve abba hagyták. Vihar még azzal a rafinériával is élt, amelyért csak azért nem zárták ki annak idején a vadászfalkából, mert közben megszűnt az agarászat. Oldalról a domb mögött elébe került az üldözöttnek, s így állt a útját sportszerűtlenül. No és az agársüvölvények? Nem volt szükségük előtanulmányokra. Pillanatokon belül versenyt űzték a vadat az öregekkel. Mindez számomra természetesnek tűnt, csak azt nem értettem, hogy Bandi úr, az öreg mokánylovacska, mitől vált olyan harcias nyúl üldözővé. Jóval később találtam meg a magyarázatát. Ifjabb korában a vendégfiúcskákat hordozta a hátán az agarászatok alkalmával. Bizonyára azoknak a hajrás, végvadásznapoknak az emléke ébredt fel benne a rohamra induló agarak láttán. A hajrá nem tartott sokáig. A kutyák 200-300 lépésnyi távolságon belül elkapták, leteperték a nyulat, s mire én loholva odaértem, csak egy véres, szőrös húsgomolyag emlékeztetett az imént még vadul száguldó tapsifülesre, melyet megittasodva a rég nem kóstolt nyers vadhús szagától, rongyát éptek a 4 lábú vadászok. Megpróbáltam az immár egymással viaskodó kutyák közé nyúlni, hogy megmentsek fogaik közül bár valamit zsákmányomból, de vissza kellett húzódnom anélkül, hogy feladatomat teljesítettem volna. A máskor oly játékos kedvű, szelíd és előkelő, a kúria tornáca előtt sütkérező, szinte túlfinomodott benyomást keltő agarakra alig lehetett ráismerni. Valóságos fenevadakká váltak. Nem volt mit tenni mást, mint kivárni, amíg elcsitul bennük a vadászláz, s hajlandóknak mutatkoznak önként hazatérni velem. Várakoztam tehát. Várakoztam türelmesen. Közben visszaigazítottam helyére a Bandi úr hátán félrecsúszott pokrócot, s a meglazult hevedert, már amennyire erőmből telt, megszorítottam. Lovacskám megcsendesedve tűrte, hogy elvégezzem ezeket a műveleteket. Őt csak a hajsza érdekelte. A nagy versenyfutás, a nyúl és az agarak között, mely néhány percre felkeltette öregedő testében ifjú korának régóta szunnyadó zsibongásait. Ehhez a zsákmányt szétmarcangoló, véres kutyakomédiához már nem volt semmi köze. Úgy állt kókat fejjel, félrefordulva a hadakozó agaraktól, mintha azt akarná mondani ezzel a hangsúlyos közönnyel. Ez már nem a vadász hajrá, ez vadpecsenyézés. Ehhez nekem semmi közöm sincsen. Gimnazista koromban időnként volt alkalmam nyúlra viszlával bogarászva vadászni. Egy idősebb barátomnak köszönhetem, akinek a fia is jó néhány évvel öregebbek voltak nálam, hogy 12 éves koromban már megismerhettem az izét ennek a szép, változatokban gazdag vadászási módnak. Kedves, kis köpcös emberke volt én barátom, János bácsi, az árvaszék ülnök, veresképű kopasz, hegynek menet fújtató, nagyokat izzadó, gyakran haragra lobbanó káromkodó, nagyszájú, de minden gyermekcsint megbocsátó, diákokkal futballozó, futó, ugró, súlydobó versenyeket rendező aranyos bohém. Az ő bohémsége egészen más volt, mint azoké, akik vidéki városkákban nagyvárosi gavallért játszva elitták, eludvarolták, elkártyázták vagyonukat, vagy ha nem volt vagyonuk, úgy a fizetésüket. Ő nem vert le soha kávéházi tükröt, nem zúzta szét a nagy vendéglő csillárját, legyekre sem lődözött ócska forgópisztollyal, és soha életben nem muzsikáltatta magát végig kora hajnalban kisvárosi főutcán, s nem tartott a vásáros népnek programbeszédet a piactéren pirkadatkor, vígduhajkodásról hazatérőben. János bácsi a természetjárás és gyermekkörömök kultuszának nagy bohémje volt. Vadászásra, kirándulásra és a gyermekseregek mulattatására költötte el kicsi vagyonkáját,
majd amikor már túlterhelte váltókölcsönökkel mindenét, ezekre a kedvelésekre herdálta el havi fizetését, utolsó fityingjét. Sokan bírálták jó akarattal, fették is könnyelműségéért, de mi gyermekek, suhancok rajongtunk érte, s amikor élére állt kiránduló csapatunknak, intonálásra úgy fújtunk a lelkesítő tornászindulókat, hogy az erdők, mezők csak úgy visszhangzottak belé. Játékainkban játékosabb volt mindnyájunknál, amikor zsivány és zsandárt játszottunk, ő fedezte fel a legjobb búvóhelyeket, de ha úgy fordult a szerepe, a zsivány nyomozásban is ő volt a legtalálékonyabb. Mert mélye, gazdag zsákmányt ígér, hatalmas édesvízi rákok egész tömegét. Ehhez a patakhoz vitt ki nagy titokban, hogy abban a csak nem tűrhetetlen kánikulai hőségben bevezessen a rákfogás titkaiba. Csirkebéllel, romlott marhamájjal felcsalizott rákászbotocskáink alá, amikor a rák már jól belevágta ollóit a kívánatos csalétekbe, elcsen spongyatartóból készült kiemelő hálót csúsztattunk óvatosan, s így emeltük ki a szebbnél szebb rákokat, egyiket a másik után, gyakran 150, 200 vagy még ennél is több darabot, abból a szépnek valóban nem mondható, sárga színű, langymeleg nagyobb pocsolyák hosszú sorára emlékeztető, füllett szagú patakból. Volt János bácsinak két gyönyörű, sejemszőrű, barna vadászvizslája. Ha jól emlékszem, az egyiket Lady-nek, a másikat Lord-nak hívták. Lady rendszerint odahaza tartózkodott, János bácsi apó, japán asszonyokra emlékeztető, szelíd tekintetű feleségének védőszárnyai alatt. Lord nélkül viszont János bácsi nem tett egyetlen lépést sem a városban, sem a városon kívül. Lady nagyon elfoglalt, házias kutya volt. Az előírásoknak megfelelő, rendszeresen megismétlődő időközökben 3-5 angyali kutyakölyöknek adott életet. Ezeket szoptatta, takarítgatta, őrizte, nevelte hónapokon át, amíg annyira felcseperedtek, hogy el lehetett ajándékozni, vagy adni őket, megbízható kutyákat, szépen bánni tudó vadászoknak. Amikor erre sor került, Lady nagyon elszomorodott, egészen belebetegedett. Napokon át nem evett, alig ivott, és nyüszkölve, helyét nem találva, kétségbe esetten kereste eltűnt kölykeit. Rendre mégis belenyugodott a megváltoztathatatlanba. Fokozatosan megjött az étvágya, visszatért a kedve, sőt, elkezdett ismét kedvesen, finoman enyelegve, hancúrozni csodált élettársával, Lorddal, a másik vizslával. Aztán, amikor annak ismét eljött az ideje, újabb 3-5 vizslakölyöknek adott életet, és elkezdődött előről minden. Az apróságok szoptatása, takarítása, őrzése, nevelése. Lady tehát bokros teendői miatt rendszerint otthon tartózkodott, kivéve azokat az alkalmakat, amikor gazdáját kellett elkísérnie bokrászó vadászataira. Ez elég gyakran fordult elő, mivel Lady, akárcsak élettársa Lord, igen jól nevelt, jól idomított kutya volt, és bemutatni vadat álló, elejtett nyulat, fogolymadarat, aportírozó tudományát nagy élvezet volt János bácsinak. A másik, Lord, a fiúkutya nagyvilági életet élt. Gazdáját mindenhová követte, éjszaka is a közelében tartózkodott, fekhelye ott volt ágya végénél, jó kényelmes fekhely, lószőrmatracból s ráborított puha pokróckából való. Este addig nem volt hajlandó elaludni, amíg lámpaoltás előtt, bent a szobában János bácsi kétszer-háromszor el nem aportíroztatta vele azt a kecskebőrből való labdát,
mely vizsla idomításának volt egyik legfőbb kelléke. Elvárta Lord azt is, hogy gazdája reggel, amikor lerúgta magáról a dunyhát, elsőnek őt köszöntse, s házanépét csak azután, hogy elismételte vele kétszer-háromszor az estélő labdajátékot. Elkísérte János bácsit a megyeházára, melynek fölszintjén egy eldugott, sötét szobában volt elhelyezve az árvaszéki ülnök asztala. A nagy cifra szecessziós benyomást keltő épületre ki volt írva harsogó betűkkel, hogy kutyákat behozni szigorúan tilos. De Lord kivételes kutyának számított, és ezért magasba tartott orrhegyjel előkelően és akadálytalanul vonulhatott be reggelenként a megyeházára, és telepedhetett le az említett íróasztal alá, közvetlenül János bácsinak nyáron szandálba, az év másik három évszakában szegecses bakancsba bújtatott lába mellé. Tudják az urak, hogy az egyetlen összefüggő magyar terület Erdélyben Székelyföld. A rajbocsátó népi forrás. A többi csak sziget, folt. Ha azt sikerült eltüntetni, a többi idővel magától megsemmisül, vagy legalább elszigetelődik. El fogjuk tüntetni, mordult közbe a generális. Nem vélemény, ítélet volt, ahogy mondta. Még a szászok is megborzongtak. Egyedül Széberg báró merte kihebegni. De hogyan? A kancellár az eszközöket se titkolta. A határőrség felállítása megfosztja ősi szabadságuktól, kiváltságaiktól és kemény katonai parancs alá veti, ami vagy megtöri, vagy elsorvasztja őket. A királyné szigorú törvénye alá rendeljük, hogy még a gondolatuk se legyen a sajátjuk. Ezt a célt azt szolgálja a határőrség tervezet, az új adórendszer, ami olyan súlyos megterhelésüket jelenti, hogy vagy kivándorolnak, vagy elsorvadnak, és végül a felállítandó új törvénykezési módszer. Ő excellenciája vállalta ezeknek a rendkívüli jelentőségű terveknek megvalósítását, és teljes bizonysággal számít a németség oszthatatlan támogatására. Ő felsége bizalmát és kegyelmét sikerült megnyernünk, a többi pedig tőlünk függ. A csillogó terv démoni nagyszerűsége és kilátásai annyira lenyűgözte az urakat, hogy belefehérettek, vérhullám borította el agyukat, és felnyogtak a gyönyörűségtől, mintha az ördög tenyerét nyalták volna végig. Szólni nem bírtak, de egyszerre ugrottak fel az elhatározás elszántságával. Néma esküre merevített testtel. A jelenet még a durva generálist is megejtette, ő is kihúzta nagy Mohamed termetét. Testestől, lelkestől az önökéi vagyok, uraim. A mellette álló katonák hallgattak, de zárt ajkuk többet mondott minden eskünél. Ezek a fegyverhez, táborozáshoz szokott nyers férfiak most vettek részt a falgyűlölet csatájában, ami bódítóbb, mint vértontani. Egytől egyik kipróbált, hű bizalmasai voltak a generálisnak, akik tűzbe mentek érte. Percegig tartott az igézet, a titkon táplált vágynak ez a kielégülése, néma lihegése, jól eső szédülete. Többet nem beszéltek róla, de mindenki meg volt győződve, hogy a székesség sorsa meg van pecsételve. Hazament az aggodalmaskodó Széberg bárónak, még eszébe jutott, hogy az eddig uralkodó magyar urak vajon nem hiúsítják meg a szépen kigondolt tervet, de mindjárt el is mosolyodott. Vitemet szangvinám, mondotta gúnyosan, és meggyorsította lépteit, mert éjfélre járt az idő. Nem csoda, hogy kissé megfeledkeztek magukról. Másnap leesett a hó, csík fehér gyászba öltözött. Keleten a hegyek fehér falként állanak,
Az erdők dala megszűnt, s csak a rohanó felhők porzanak, mikor a szirtekbe ütköznek. A fehér homály egyre sűrűsödik a völgyekben, és tajtékot vet az egymásba nyomuló köd. Házak, fák, havasok valószínűtlen naggyá nyúlnak az opálos kavargásban. Később szél indul, s a hófergetekben elvész az egész világ, mintha a föld lehunyta volna a szemét. Ez így fog tartani legalább egy hétig. Akár le is feketik addig az ember. Az ilyen dühöngő viharban a szomszédig is nehéz elmenni, de muszáj. Az élet kihagyja a székelyeket a házból, akármilyen idő van is. A pap ablakából nézi, hogyan küszködnek az utcán rogyadozó inakkal, neki feszülve a viharnak, mint fehér kísértetek, kiknek tehetetlen kezét földig húzza a hideg. Alig villan fel azonban az úton járó, mindjárt bele is vész a fehér semmibe. Jobb is volna, ha végleg eltemetné egész csíkot a hó. Mióta hazajött a gyűlésből, éjjel-nappal gyötrődött Zöld Péter. Féltette népét, de fájt is, hogy életük utolsó küzdelméhez őt nem hívták magukhoz. Érezte, hogy csak gyermekjáték, amit ő értük tett. A döntő pillanatokban meg is hátrált. Félt, mert tudta, hogy jön a bosszúállás, és akkor piros lesz az ember vértől, csíkban a hó. Bárcsak temetné el végleg egész csíkot a hó. Nem akart hinni saját füleinek, mikor az új hírekkel berontott hozzá Lázár István. Úgy izzott a fiú, olyan lelkes volt, hogy már a számból kezdette kiabálni. Örvendj, Péter! Nagy dolgok történtek, Péter! Csík kiadta mindenütt a bizottság útját, lihegte. Egyetlen falu sincs sem Alcsikon, sem Felcsikon, amely vállalta volna a katonasságot. A pap hirtelen azt se tudta, féljene, őrüljön-e. Igazat beszélsz? Igazat-e? Sértődött meg Lázár István. Ajnától Tusnádig mindenütt ott voltam. Ilyen szép dolog még nem történt ebben az országban. Madarason Horváth Péter, Szent Mihályon Kósa László, Csikrákoson Antal János, Szent Tamáson Böjte Imre, Delnén Bogos Tamás, Párfalában Salamon Anti, Csomortánban a bíró Ferenc Fülöp, Madéfalván a saját édesapád jelentették ki, hogy nem katonáskodnak. Pedig legtöbb helyen a kihirdetésen jelen voltak a limitrófus tisztek is. Várdotfalván a bíróné felelt meg emberül az uraknak, de a legjobb mégis Csobortfalván történt. Szépen megvárták, míg Párfalvi bíró Albert s a borzsovai Egri Jóska kihirdették a rendeletet. No, köszönjük, hogy ide fáradtak az urak, azt mondja nekik a bíró Gecő János. Hazamehetünk, emberek. Teljes volt a siker Gyergyóban. Madarat lehetett volna fogadni az urakkal, akkora volt a kedvük. Most már biztos a királyné kegye. Ami Bukovnak szinte nyakát törte, az nekik egyetlen puskalövés nélkül sikerült. A határőrség befejezését már semmi se akadályozhatja meg. A nemesség is behódolt. Minden nap újabb instanciával jöttek a bizottsághoz, hogy a székely nemzet állapotának újjászervezése következtében előállított helyzetben a maguk jogait és kívánságait lehetőleg biztosítsák. A bizottság nagy lelkű volt, készséggel teljesített minden kérést. Közben híre jött, hogy Szebenben meghalt az ártatlanul fogságban tartott Borsai Nagy István, az udvarhelyi királybíró. Nyíltan beszélték, hogy a generális tétette el láb alól. Ezzel is az ő lisztjükbe okátta a vajat a tábornok, mert ha az erdélyi uraknak csöppeszük lesz, könnyen számon kérhetik az udvarhelyi királybíró halálát. A csíki falvak ellenállását számba se vették, hiszen az egész mozgalomnak nincs számba vehető vezére. Az izgága Zöld Pétert, a szentléleki papot egyszerűen fegyveres kísérettel hazaküldték a karácsonyi ünnepek miatt is, de úgy őriztették, hogy még a madár se szállhatott át hír nélkül a háza fölött. Így következtek el a karácsonyi ünnepek, amelyeknél szomorúbbat még nem igen ért a szerencsétlen csíki nép, mióta ezek a havasok őrködnek felettük. A szenteste még csendes volt, de már megjött a híre, hogy újabb katonasság zúdult Csíkra, és a főkirálybíró is elindult, hogy a népet előkészítse a fegyver felvételére. A királyi biztos urak az első ünnepet még Szent Miklóson töltötték, de másodnapján leereszkedtek a felcsíki völgybe, Szent Tamásra,
ahová már előre kirendelték a népet, hogy a bizottság készen kapjon mindent. Hát, ilyen hírek mellett készült Csík a karácsonyi szentestére. Este felé a marhákat ellátták, és a kicsi családok bekerekedtek házaikba, hogy megkezdjék az ünnepet. A régi boldog örömöknek azonban az idén nyoma se volt. A kántáló gyermekek, betlehemesek ugyanaz idén is eljöttek, valami kevés aranydió, mogyoró is került a számukra, a gyermek s asszonynép lassan-lassan elismerült a betlehemi jászolka varázsában, de a férfiak sehogy sem bírtak felengedni. Ültek mereven az asztalok körül, a sok kínlódástól és hidegtől feketére mart arccal, és nehéz pokol kavargott a lelkükben, pedig friss hó is esett, amint illik, hogy tiszta földön járhasson a kicsi Jézus. Katonák kísérték Zöld Pétert az éjféli misére. Azt se engedték meg, hogy valakivel szót váltson. Mise után már a sekerestye ajtóban várták, és újra visszavitték a házi fogságba. Így nem láthatta, hogy mikor a férfiak is kicammogtak az éjféli miséről, Tompos Mihály, a bíró, félrehívatta őket a cinterembe pár szóra, s azt mondja nekik. Nagy baj van, emberek! Holnap a katonaság az összes fegyverforgató férfiakat be akarja hajtani Szeredába, a főkirály bíró elé. Mert érkezik a sorozó bizottság, s erőszakkal fel akarnak minket is esketni a fegyverre, mint a gyergyai népet. Az éjszaka egy fitódi ember jött hozzám, s azt beszéli, hogy egész Csík megmozdult, s a veszedelem elől a szépvízi havasokba menekülnek. Titokban követ ment mindenüvé. Így jött hozzánk a fitódi ember. Ha nincs férfi ember, kit bésorozzanak, nincs katonaság, s az urak azon az úton, amelyiken jöttek, dolguk végezetlen, szégyen szemre, kénytelenek lesznek hazamenni. Akárki volt, jó kieszelte. Tetszett a terv a férfiaknak. Jó, jó, mondotta a bíró. De ti mit gondoltok? Csatlakozzunk-e mi is a többiekhez? Azt nem es kell kérdezni, mondja Dénes Feri a többi nevében is. Akkor még az éjjel indulunk, adja ki a jelszót a bíró. Mindenki szerelje fel magát legalább egy hétre élelemmel, fegyverrel. A lovasok jöhetnek lóval is. Az erdei szállásokon lesz takarmány elég. Mire hajnalra harangoznak, legyen mindenki a vetéskapunál. Úgy kell kiszögdösni a faluból, hogy a katonaság ne állítson semmit. Hát így maradt karácsony első napjára apa nélkül kicsi Jézus egész Csíkban. Hát így történt, hogy másnap a nagymisén, mikor Zöld Péter tisztelendő úr az első Dominus Verbo Vobiscumra kifordult az oltárnál, csak asszonyok és gyermekek szepegtek a templomi padokban. Sem aznap, sem másnap nem ízlett az innapi tyúkhúsleves a szentléleki papnak. Helyét se lelte az aggodalomtól, nyugtalanságtól. Minden idegszála odahúzta a menekülőkhöz, hiszen tudta, hogy senki sincs, aki irányítsa, bátorítsa, óvja őket, nehogy elkeseredésükben valami jóvá tehetetlen bajt csináljanak. Ő azonban tehetetlen, keményen őrzött fogoly, akinek még az imádságos könyvébe is belenéznek a katonák. Akármerre mutatott az esze, nem tudta kitalálni, hogy mit kelljen tennie. A szökés lehetetlen volt, mert a férfiak elmenekülése miatt rabtartó hadnagya még szigorúbban őriztette. Zöld Péter szót fogadott. Az öreg Jókai bá pedig halkan húsmogva kezdett. A havasról jövök az úrfitól. Azt üzeni, hogy minden dolgát hagyja el a plébános úr, s még ma jöjjön hátra a szép vízi részbe, a szolonkapatak mellé, mert egész Csík ott táborozik. Az utat ösmerje.
Sokat ne gondolkozzék, mert nagy dolgok vannak. S a maga fejére szükség van. Meghalt a Pista úrfi, hogy tüzen-vizen vigyem. Azt tudja ugye, hogy a királyi bizottság már ünnep másodnapján Szent Tamásra érkezett, az ágyúkat felállították, és tegnap meg is kezdték a fegyverek kiosztását? Úgy igyekezzék hát a tisztelendő úr, hogy nincs idő halogatásra. Még csak azt akarom mondani, hogy ha három kút felé megy, ne a Sándorok dombjánál téljen el, mert arra az út járhatatlan a nagy havasok miatt, hanem a hosszú sorkon túl vágjon át balra a kolostető alatt. Most aztán kezdheti a misét. Zöld Péter az izgalomtól maga is fehér lett, mint a hó. Ránézett a kicsi szentségházra, hogy örökre búcsút vegyen tőle, mert tudta, hogy az utolsó miséjét mondja lennél az oltárnál. Fél óra múlva a régi elszánt dobogó szemű Zöld Péter jött ki a falusi templomocskából. Nem törődött semmivel. Türelmetlenül készülődött az útra. Melegen öltözött, pénzét is magához tette, és megnyergelte a lovát. Ez a pap meg akar szökni! Vették észre a katonák, és a hadnagy után szalasztottak. Ő lássa, hogyan bánik el vele. Zöld Péter azonban már tudta, hogyan mehet ki akár a világból is, anélkül, hogy a fegyveres hatalom egyetlen szalmaszálat is elcsen a lábai elé. A sekrestjébe sietett. A nyombába szegődött katonák csodálkozva látták, hogy templomi ruhába öltözik. Kinyitja a szentséghez ajtaját, az oltári szentséget magához veszi, mintha nagy beteghez vinné. Egyik kezében a szentség, másik kezében a kicsi csengettyű. A katonák lekapkodták a fövegüket, és féltédre ereszkedtek a szentség előtt. Már a lován ült a pap, mikor a hadnagy útját állotta. Hová megy, plébános úr? Láthatja, hadnagy úr. Ön nem beteghez megy. A pap arca elkomorodott. Téved. Én halálos beteghez megyek. A szentséggel a mellém már ezt mondani? Képett el a tiszt. A szentséggel a mellemen mondom. És ki az a halálos beteg? A pap megrokkant a lóhátán. Komoran csuklott föl benne a szó. A székely nép halálos beteg, hadnagy úr. A tiszt pár pillanatig maga elé nézett. Aztán szó nélkül félreállott a ló útjából, és maga is levette a fövegét a szentség előtt. A bizalmi emberek már együtt ültek a kalibában, és felháborodva újságolták, hogy megjött a királyi bizottság üzenete, és szóba sem áll velük, mert nem tartja magához méltónak bármit is felelni a pártütő és vakmerő iratra, melyet a nép hozzájuttatott. Tárgyalás helyett erőszakra készülnek. Az udvarhelyen fekvő lovas ezredet s a három széken telelő gyalogezret 600-át sürgősen csíkba rendelték, hogy velük az összes havasalji falvakat megszállhassák, s az erdőn szigorkodó népet az élelmezéstől végleg elvágják. Pár nap múlva akkora haderő fekszik rá csíkra, hogy azzal magunkban nem mérkőzhetünk, aggódott Lázár István. Addig kellene dűlőre juttatni a dolgot, mielőtt a katonaság megérkezik. Én legszívesebben még az éjszaka rajtuk ütnék. Meg vagy bolondulva? Rémült meg a pap. Fejszékkel akarsz neki menni az ágyúknak? Le akarod mészároltatni ezt a sok ártatlan embert? Végpusztulásba akarod dönteni egész csíkot? Igaza van a plébános úrnak. Ismerték el a többiek is. Lázár István is megjuhászodott. Hát akkor mit csináljunk? Hagyj tanácsot, most vedd elő a híres eszedet! A papon végig ijedt a súlyos felelősség érzett, és se nem mert, se nem tudott tanácsot adni. Elé állott azonban szépvízi Szűcs Péter, és azt mondta. Nincs más mód. Nekünk is fegyverbe kell állítanunk magunk mellett egész Székelyföldet. Kérjünk segítséget Háromszéktől és az udvarhelyiektől. Lovas emberek még ma éjjel elvihetik a leveleket. Ha erre meg nem gondolják magukat az urak, úgy is vége mindennek. A csüggett emberek megkönnyebbültek. Hárman is a levélíráshoz fogtak, mások lovasok után néztek. A havason pillanatok alatt végigfutott az örömhír, és újra föllángolt a bizalom. A fák hasadnak meg a hidegtől,
de ők nem érzik. Lefagyhat kezük, lábuk anélkül, hogy észrevennék, és megkönnyebbülve hunyorítnak egymásra, mikor a lovas emberek elkocognak. A leszakadt tüzeket újból magasra rakják, és egészen megújulva ülnek melléje. A hegyek komor falai közt zúg a metsző szél. Ott hadd zúgjon. A felkavart hó táncol a völgyben, és a fák ágai úgy kopognak a jeges szélben, mint a fagyos csont. Zúzmara hull a nyakukba, és egész hófelhők dőlnek a megijedt tüzekbe. Számba se veszik. Az a fő, hogy fel kell mellettük egész Székelyföld. Egész Székelyföld. És elmúlik a nehéz megpróbáltatás. Hiába vénül meg az éjszaka, úgy fel vannak ajzva, hogy nem bírnak lefeküdni. A beszéd elhal ugyan, de a férfiak olyan mozdulatlan ülnek a tüzek mellett, mintha odafagytak volna a jéggédermet anyaföldhöz. Segítségükre jön Székelyföld. Egész Székelyföld. Édesanyja alig tudott septében néhány szár ruhát reádobni, őt magát is mellé jelögték. Arra se akartak időt hagyni, hogy az anyák a bölcsőkből magukhoz vegyék kisdedeiket. Sokan a katonák során áttörve futottak vissza, hogy elbúcsúzhassanak erővel otthon fogott fiúgyermeküktől, akiket a katonák összefogdostak. Pillanatok alatt egyetlen sikoltás, sírás, áltok és szörnyűség lett az egész falu. Keresztvetésnyi időt se engedtek a szerencsétleneknek, menniük kellett. Sem kivétel, sem kímélet nem volt. Maga Karátó arezredes csík parancsnoka ügyelt fel, hogy a parancsokat a katonaság teljes szigorúsággal végrehajtsa. Élvezett volt számára látni a szíve mélyéből gyűlölt faj megaláztatását és pusztulását. Ha rajta állana, írmagot se hagyna belőlük. Kár, hogy nem vetköztetheti mesztelenre őket, hogy úgy élvezze végig halálba futásukat. De ez se utolsó látványa, hogy sírva, átkozódva, imádkozva, felfelbukva ziláltan végig torlódik, gyúródik, a megriasztott fegyverek közé kényszerített asszonycsorda a röhögő katona legények között. A falon kívül már térdig gázolnak a hóban, és elkékült arcú, kezű kölykeiket vonszolják maguk után, akik a rémülettől sírni sem mernek, csak néma könnyük fagy dagadt arcocskájukra. Némelyek kiejtik hónuk alól a futtában felkapott kenyeret, hogy összeeső kicsinyeiket mentsék, de mire utána nyúlnának, a többiek már széttaposták a hóban. Vannak, akik dühösen visszafordulnak, mint a vadmacska, hogy 10 körömmel csapjanak a katonák arcába, de azok durván visszalökik a magánkívüli tömegbe, és futniuk kell tovább. Némelyek férjük nevét sikoltják végig az egész úton, és nem jut eszükbe, hogy hiába. A gyengébb természetűek felkacagnak az égre, egyik vénasszony ijesztően énekelni kezd, a hangosabbak tehetetlenségükben hajukat tépik. Állapotos édesanyák mindent feledve kezükből védelmet csinálnak hasuk köré, hogy szívük alatt hordott magzatjukat így mentsék. Még a vadkott katonák is csodálkoznak, hogy ilyen szívósak, fáradhatatlanok, ilyen rettentő erőfeszítésre képesek. Verejtékük sárgára festi a havat, a testek gőzölnek a hidegben, a fáradtságtól lejtett szájakból omlik a pára, tagjaik zsibonganak, a hideg fáj ujjaikban, agyuk muzsikál, fekete ködbe vész körülöttük az egész világ, se látnak, se hallanak, csak mennek, mennek órabukásig, a rettenet és téboly űzi, hajszolja őket. A szélen és hátul haladó katonák együtt futnak velük. Akad, aki mégis megtorpan. Istenem, mit csinálunk? De újra elönti furcsa inger, és fut tovább előre. Előre görbül testtel, a közeledő hegyeknek szegezett fejjel. Áthaladnak szép vizen, de hol senki útjukba nem áll. A falu köze néptelen. A szép vizek hazáikban szoronganak,
és dermet lélekkel lesik jégvirágos ablakocskákon át, hogy kívül mi történik. A rémhír előre megbénította őket. Látni lehet, hogy egyik csecsemőjét hurcoló asszony hirtelen megállott, előrántja kékeres emlőjét, és pillanatig kétségbe esetten dugdossa piros bimbóját kicsinye hideg szájacskájába. De az áradat ismét magával sodorja, és most már szabadon livegő emlővel rohan előre, mint a veszett farkasok harapnák a sarkát. Szép vizen túl a zárt tömeg elnyúlik, az úton és szétszakadozik. A kifulladt öregasszonyok feladják a küzdelmet, és fekete, száraz kezeikkel valószínűtlenül integetnek a többi után. Ti csak fussatok tovább, és összeesnek. Hát ők futnak is az oldalukon lihegő katonákkal, míg a hó, a hegyek, a fák, minden zöld és véressé nem válik, kiváló testük és lelkük véres káprázatában, és egyenesen a halál karjai közé esnek a végén. Ha szerencsére fel nem üvöltene a vezényszó. Állj, katonák vissza! A zsoldosok visszafékezik magukat a félig homályba, homályba borult agyakon átnyilaló hangra. Az asszony tömeg is megtorpan, és lassan lecsendesedik. Most, hogy valamennyire magukhoz térhettek, még keservesebb. A feszültség feloldódik, a túlhajszolt test és lélek összeomlik. Kibírhatatlan fáradtság és fásultság lepi meg orvul, inaik reszketnek, az erősebbek egy ideig még vonszolják magukat, aztán ők is elhullanak az úton. Pihennek a hóban, és kíváncsi, károgó varjak szállják körül őket. Későre, nagyon későre megismerik, már bíztatják, vigasztalják egymást. Józéfa, add ide azt a gyermeket! Lelkem édesanyám, egy kicsit erősítse magát. Ne búsuljatok, asszonyok, mert mindjárt ott vagyunk a havason. Jaj, fagy meg a lelkem kicsiden. Már tudnak beszélni. Ez az utolsó szakasz azonban a legnehezebb. Felszedelőzködnek, vánszorognak, vonszolják magukat és egymást. Testük sajog, mintha vasvesszővel verték volna végig, de mennek erejük végső megfeszítésével, és szabad kezüket széttárják, mintha a levegőbe akarnának megkapaszkodni. Az erdőfala azonban megállítja őket, és belesikoltják uruk nevét a hósúlyos csendje alatt pihenő rengetegbe. János, István, Beke Mihály, édes jó uram! Egy szöszke leányka hirtelen felkacag. Ni, édesanyám, ott jönnek édesapámék. A fák alól emberek lépnek ki, és örökbe szedik az asszony népet, gyermekeket. Némán ölelik, csókolják, lehelletükkel merengetik. Lovasok bukkannak elő, és maguk elé szedik a nyerekbe az elaléltakat, betegeket, tehetetleneket, gyermekeket. Az erdőben csatognak a fejszék, szorosan rakják a melegedő tüzeket, és kilométerekre leolvad a hó a fákról, a felcsapó lángoktól. A páros és szalonka völgye egyetlen vörös tűz vonal fel egészen a hegyek szívéig. Minden kalibából, minden zúgból szakadatlan nyüzsögnek elő az idegen férfiak is, és döbben csendben nézik az otthonukból kivert, félig megfagyott szerencsétlen asszonyok, ártatlan gyermekek bevonulását. Nem szólnak, de kezdjük úgy rászorult a fejszékre, hogy anyára sorvad el a markukban. Az arcok, szemek feketén sugárzanak, s a szikár, inas férfi testek fékezett mozdulatlanságban feszülő és összezsúfolt erők láttára, még a téli álmát alvó élő fa is megremeg félelmében. Elég volna egyetlen intés, tétova mozdulat, felnyögés, hogy csak egyetlen lélek is elszakadjon a pillanatokban a látvány felé borzadó emberezrekben. Hogy ez az ugrásra kész keserű had vadállatüvöltéssel roncson rá a világra, és addig ne nyugodjék, míg az utolsó vértől piros fejsze is örökre le nem hanyatlik a kezdőkben. Maga Zöld Péter, a pap is eliszonyodva retteg ettől a pillanattól, és észre sem veszi, mikor édesanyja átöleli,
Nem hallja, hogyan üvölt fel Lázár István a jegyese láttára, és viszi el karjaiban a félig holt szép lányt. Valószínűtlenné köllik minden előtte. Feje olyan, mint az erőszakosan megvert tűz, melynek szikrai szerte szóródnak, és mindjárt meg is halnak. Egyetlen rettegés, borzadály és félelem az egész ember. Valami kiáltoz belül, de szája csak hangtalanul didereg, mert mielőtt megszülethetne, vacogó fogai holtra harapják a szót. Varázslatban lát maga előtt mindent, és értelmetlen szavak zsonganak körülötte. A havas megbojdult. Szerencsére most még mindenki el van foglalva. A kivert asszony népet, gyermekeket dajkálják, melengetik, szeretgetik, és újabb kalibákat ácsolnak számukra. Ez alatt a felháborodás és bosszú első hulláma lezajlik bennük. Egyelőre nem történik semmi. A pap is magához tér, megnyugszik, és éppen övéihez akar sietni, mikor meglátja, hogy a pálos völgy szájánál fejszés, fegyveres had verődik össze, és indulni készül szép víz felé. A tömeg percről percre szaporodik. Már a vörös lesz felől is ereszkednek alá a férfiak. Zöld Péternek alig van ideje odafutni. A csapatok úgy lopakodnak Madé falva felé, mint a tolvajok. Hiába meregetik szemüket a katonák, a néma havon kívül egyebet nem látnak. Csak a falu alatt, a nyílt mezőn tudják meg, hogy a lázadó nép ellen viszik őket, adott ilyenre a falut fel kell gyújtaniuk, és minden eléjük kerülő embert meg kell ölniük. Az ágyuk fogják megadni a jelt a támadásra. Még a katonák is visszadöbbennek a kegyetlen intézkedések hallatára, de erre is számított az alezredes. Nem hagy időt a gondolkodásra. A csapatokat négy részre osztja. A német gyalogság egy része az Olton túl, az udvarháj felé vezető utat zárja el, és ágyúit a falu főutcája felé irányítja. A gyalogság másik része ágyúival itt marad a Tapolcai úton. A vértes lovasság a Vargaszegből szép vízre vezető úton foglal állást, a kálnoki huszárok pedig Gyergyó felől zárják be a halálgyűrűt. A mozdulatokat gyorsan végrehajtják. Kész. A faluba küldött fürkészők is visszajönnek, és jelentik, hogy sehol semmi lesz, a lakosság mély álomba merült, még a kutyák is alszanak a vackukban. A katonák feszült figyelemmel várnak. Semmi parancs. Az alezredes mozdulatlanul ül a lován, és rezzenés nélkül nézi a hóba süppett falut. Szándékosan húzza az időt, míg a katonák felolcsudnak, halántékuk lüktetése megszűnik, és a csattogó hidegben, elhal szívükben minden irgalom. Ehhez idő kell. Fehérek lesznek a jégtől, zuzmarától, a fokozódó hideg sanyargatja őket, de bensőleg még nem készültek fel. Hajnali 4 óra lehetett, mikor felmordult a vadállat bennük, és egyikük rekedten elbődült. Mi az Istent várunk? Karató elmosolyodik, és odaszól az ágyú mellett álló tisztnek. Losz! A kanóc villan, a lövés eldördül. Pillanatok alatt a többi ágyú is beledördül. Egyik katonából ordítás szakad ki, és a legénység utána bődül olyan vad erővel, hogy a hegyek belerászkódnak. Hirtelen azonban elnémulnak, mert itt is, ott is tűz dobban fel a faluban, és néhány ház a felkavaró szürke füstben égni kezd. A tűz gyorsan terjed. Az éjszakában, hol itt, hol ott, fut végig a vörös vonal tetőn, mintha a házak véreznének. Csodálatos. Egyetlen hang sincs. Az orvul megtámadott nép a rémülettől sikoltani se tud, csak menekülni. Az álmukból feljedt emberek mezit láb, hajadon fővel, ingben, gatyában ugrálnak ki a kapukon, ablakokon, sokan már égő hajjal és az utcán gomolygó, átvilágított füstvörös ködében csak a némán zűrzavar látszik. A katonák szemükbe kapják a fullasztó, vérző fényt, és a megbénító szorongásban bővülten merednek rá.
benyomulni a faluba. A katonák elrohannak a piros lánköpenyekbe burkolt házormok között, néhány futó embert levágnak maguk előtt, de egyszerre megtorpannak. A piacon néhány száz férfi áll elszántan kiegyenesedve. Pálca sincs náluk, és mégis olyan szilárdak, fenyegető a nyugalmuk, hogy a katonák nem tudják, mit évők legyenek. Belelőni! Ordítja az alezredes. A fegyverek csövéből kicsap a tűz egyszer, kétszer, háromszor. Akit golyó talált, szótlanul összeesik. A többi meg sem moccan, mintha nem róluk volna szó, nem az ő testükbe vágódnának a golyók. Karato megbénultan nézi. Érthetetlen, hogy miért nem védekeznek, hiszen nem ereje ment emberek. Puszta ököllel is átvághatnák magukat, egyrészük ugyan elhullana, de a kemény, szíjas, edzett férfiak lendületét a halál se állíthatná meg. Miért nem védekeznek, hiszen a tartásukból látszik, hogy nem félnek? Vagy ha már nem támadnak, miért nem menekülnek? Miért öletik halomra magukat, mint a juhok? Hirtelen rájön a titokra, és viassárgán suttogja. Ezek az emberek meg akarnak halni. Tudatosan és szánt szándékkal. Egész viselkedésük néma tiltakozás az ellen, ami velük történik. Arcukat pirba vonja a tűz, az égő házlag füstvágyla vonul el fölöttük, a sebek vére végigcsorog testükön, le se törülik, csak állnak szilárd eltökétséggel, vagy fekszenek még azok is, kik már csak önmaguk véres maradványai. Meg akarnak halni a vértanuk titokzatos erejével és hitével. Éppen olyan félelmesek és fenségesek, emberfelettiek, pedig csak kicserzett arcú, csontra fogyott, éhségtől, hidegtől, álmatlanságtól és sebektől kínzott félbaromparasztok, kik megszűntek félni a haláltól, és túlnőttek a földi lét kicsinségein. A nevük szürke. Miklós György, Szilveszter Tamás, Gecő Tamás, Tankó Antal, Ravasz Imre, Szabó Dávid, Gergely Jakab, Márton Tamás, Lukács Márton, Bece Antal, Bogos Tamás, Böjte János, Jakó Samu, Isák Ferenc, és ugyanilyen semmit mondó a többieké is, és mégis végig borzong előttük Karato a hóhér. Hogy szabaduljon tőlük, újra ráordít a katonákra. Üsd, vágd! Meg akarnak halni? Hát dögöljenek meg! Három oldalról is rájuk zuldul a fegyveres erő. Különösen a kánoki huszárok és a vértesek üztek jobbnál jobb tréfákat a megrémült néppel. A háromszékiak és felsíkiak szép víz felé akartak kitörni. Egy cifra csákos, süveges lovaskatona azonban eléjük rugaszkodott és rájuk kiáltott. Tedd le, magyar, a fegyvert, ha meg akarsz szabadulni. Mikor a szerencsétlenek elhányták a kézbelit, botot, láncsát, vasvillát, fejszét, hozzájuk lövöldözött, s mikor a nép megrugaszkodott, a katonák egész rendeket vágtak köztük, mint a kaszások. No, de a vasas németek sem maradtak el. Elhíreztelték a faluban, hogy a háromszékiek kegyelmet kaptak, mire mindenki feléjük tódult. Fehér zászlót lopogtatva, több száz főből álló csoportok jöttek, és messziről kiáltották. Háromszékiek vagyunk. Három, 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 röhögtek a vasasok, és három karcsapást mértek mindenkinek a fejére. Ki el nem tudott futni, ott maradt a saját vére sarában. A huszárok azzal feleltek a tromfra, hogy megszállalták az életben maradottakat. Egymásnak dobták a szerencsétleneket, és addig sújtottak rájuk, míg az utolsó is le nem hanyatlott. Így folyt a mészárlás órákig, míg a katonák beleuntak az új szórakozást találtak ki. Vadászatot rendeztek a házakban, ólakban, sütőkemencékben és egyéb lehetetlen helyeken elbújt emberekre, összeterelték őket, és hármával, négyével áthajtották a teljesen tűzbeporult Vargaszeg égő sikátorán. Ki átjut, az életben marad. Ki itt marad, az meghal.
Mit tehettek volna egyebet szegények? Futottak az életükért, és egekig csapó szörnyű lángfalak között. Hajuk, ruhájuk tüzet fogott az eltűntek a pokolban. Vagy már kezdetben óra bukva, puffatra süttek a szörnyű hőségben. Már a tisztek se bírtak a megvadult vitézekkel, és szörnyűködve tettek jelentést az alezredesnek, aki egykedvűen jegyezte meg. A felelősséget a királyi bizottság viseli, mi csak parancsot teljesítünk. Végre reggel lett. A hegyek kiléptek a kötfátyolból, és a beteg, szürke világosság újra elöntötte a halálra ítélt földet. Ekkor Karátó, a lezredes, félezer sebes, véres foglyot elindítottatta a szeredai várba. A katonaságnak szabad rablást engedélyezett, és megfordulva visszalovagolt Taplocára, hogy jelentést tegyen a királyi biztos uraknak, kik megbízták, hogy ő felsége szentséges akaratának e barbár nép között érvényt szerezzen. A szabad préda hallatára a katonaság örömében felüvöltött, és rárohant a védtelen házakra. A madéfalvi eseményekről az első híreket az altábornagy adjutánsa, Magdeburg kapitány hozta a türelmetlen uraknak, ki egyébként annyira gyűlölte a magyarokat, hogy még a vizet is utálta, ami magyar földből buzogott elő. Fesztelenül, szabadon beszélt, hiszen maguk közt voltak, és nem szépítette a kegyetlen vérengzést. Hátborzongató hűséggel elmondott minden részletet. Így történt, kegyelmes uraim! A két királyi biztosnak elakadt a lélegzete. Az események túlhaladták elképzelésüket. Megdöbbenve gondoltak a következményekre, a felelősségre. A történeteket nem lehet semmivel indokolni, mentegetni. A végüket jelenti, ha az esemény ebben a formában jut őfelsége tudomására. Az altábornagy kínlódva keresett legalább egyetlen pontot, amiben megkapaszkodhatnék. Újra és újra megkérdezte. A nép nem támadott? Nem, kegyelmes uram. Még csak nem is védekezett? Egyáltalán nem, kegyelmes uram. A katonaság meglepetésszerűleg álmában ütött rajta. Az alezredes úr azonnal ágyúztatott. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Az altábornagy szeme megvillant. Már tudta, mit kell tennie. Dühös haragot mímelve, a katona zabolátlanságába ordította. Akkor az alezredes túllépte hatáskörét. Nem tartotta be a kapott utasításokat. Ezért felelőssé teszem. És én még arra gondoltam, hogy előléptetem, kineveztettem Csík katonai főparancsnokának, s ő most ilyen súlyos kellemetlenséggel teszi önmagát lehetetlenné. Az adjutáns illő tisztelettel bátorkodott megjegyezni barátja érdekében. Meg vagyok győződve, hogy az alezredes urat őfelsége ügyének buzgó szolgálata és az altábornagy úr iránti szilárd hűsége vezette cselekedetében. Az altábornagy valamivel enyhültebben jegyezte meg. Ezt nem vontak kétségbe. Kérem, legyen gondja rá, hogy az alezredes visszaérkezése után azonnal jelentkezzék nálam. Az adjutáns tisztelgett és távozott. Az altábornagy kérdőleg nézett a grófra, hiszen mindkettőjük sorsáról volt szó. Lázár János tudta már, hogy mi az altábornagy szándéka, és szellemesen jegyezte meg. Azt hiszem, az alezredes meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Délelőtt 11 óra volt, mikor az alezredes előírásosan jelentést tett az altábornagynak, hogy a rábízott katonai feladatnak eleget tett. Az altábornagy nyugodt, de kimért, szigorú volt. Kérem a részleteket. Parancsára, altábornagy úr. A vetrendelet értelmében és terv szerint végrehajtott katonai intézkedések és csapatmozdulatok megtétele után ma hajnali 4 órakor körülvétettem a madéfalván tanyázó lázadókat, s mivel ezek nem csak védték magukat, hanem ők kezdték a heves tüzelést a katonaság ellen, és lövöldözve
ellenállottak, és azt kiaválva, hogy senki magát meg ne adva, a házak ablakaiból is kilövöldöztek, s miután a többszöri előzetes felszólítás is eredménytelen maradt, kénytelen voltam erőszakot alkalmazni ellenük, és tüzet vettetvén a házak fedelére a falu harmadrészét felégettetni. Az altábornagynak egy arcizma sem rándult meg az események meghamisítására. Kérek erről írásbeli jelentést. Az alezetes már gondolt rá, azonnal átnyújtotta. Az altábornagy végigfutotta a jelentést, és lezárta a kínos katonai szertartást. Alezetes úrnak köszönöm, mit ő felsége és az állam érdekében tett. Foglaljon helyet, fáradt lehet. No igen, volt egy kis gondunk, mosolygott az alezredes, aki idejében megtudta a jót a rossztól különböztetni. Az altábornagy mellékesen, mintha most jutott volna eszébe, megkérdezte. Volt több halottjuk is a lázadóknak? Igen, mentegetőzött Karátó. Az ilyen esetben szinte elkerülhetetlen. Mennyire becsüli a halottak számát? 400-500-ra körülbelül. Az altábornagy komolyan megijedt. Az sok. Holnap után sokkal kevesebb lesz, jegyezte meg az alezredes gúnyos mosollyal. Hogy? Römer kapitánynak, kinek átadtam a parancsnokságot, meghagytam, hogy a jelentkező rokonoknak adja ki a hullákat. Így pár nap alatt hivatalosan alig lesz halottunk. Azaz 1500, sebesült pedig. Nem számít. Egyébként 400 foglyot a várba kísértettem. Az altábornagy meglepődött, de még nem volt megnyugodva. Jó, de mi lesz a saját halottainkkal? Őket nem lehet rokonainkkal eltüntettetni. Mennyi is volt a mi veszteségünk? A kérdés még Karátónak is kellemetlen volt. Nagy huszárhadnagy sebesült meg könnyen a kezén, és egy dragonyos lovast lőttek agyon. Ez kissé kevés. Emrióvá kirántott egyet a vállán. Ördög érti a beszédét. Azt mondja, hogy hadd el, Jováki, hogy legalább így lélekben gazdálkodjam otthon, mert csak így bírom elviselni a bujdosás, számüzetés keserűségét. Haj, bolondot! Szídom érdeme szerint, de erre elkezd érzékenykedni, hogy el akarom venni az egyetlen boldogságát is, a lelke erejét, mert én azt nem tudom, hogy csak a teste van idegen földön, de a lelke itthon gazdálkodik, s hogy ezzel így vannak a többiek is, akik által mentek. Mi a súly csináljak? Az életem veszedelmeztetésével is megyek, pedig teli van a havas katonákkal. Hiszen tudja Kend jól, hogy fél esztendeje sincs, udvarhelyről egész regimentet hoztak a szorosok, állutak őrzésére, s azóta ott fekszik a katonaság a gyimesi szoros bejáratánál, s a határszéli Delnén és Csicson. Minden alkalommal megfogadom, hogy ez volt az utolsó, többet a fülem botját sem mozdítom, de ilyenkor magam előtt látom az elérzékenyedett, remegő arcáját, fátyolos szemeit, hallom mohó szavait. A reménység elfogyott. Haza többé nem jöhetnek. Nem múlik el nap, hogy ne jöjjön valami szigorú parancs a szökevények vigyázásáról. Éjjel-nappal lesik őket, s a népet is erősen büntetik, ha valaki csak szóba is áll velük. Mondtam is oda át, hogy nyugodjanak bele, mert többet mi se segíthetünk rajtuk. Az a sok ember, aki még mindig átszögdösik, még jobban keseríti őket, s ha én nem tartanám bennük a lelket, nem is tudom, hogyan viselnék el a helyzetüket. De mi lesz akkor, ha valahol felfordulok? Kied okos ember? Mondja meg, ha tudja, hogy mikor lesz akkor.
ha nem lesz a jó bolond Emriováki. Az igaz, szontyolodik el a másik vénember is. A megbecsülés jól esik Jováki bának. Együtt falatoznak a tarisznyából, Jováki bán nézi az eget, hazakészülődik, mert dolga van, s napvilágig otthon szeretne lenni. Zöld János nem is marasztja. Köszöni szépen az üzenetet, híreket, amiket vejétől hozott, s ha ismét által megy Móduvába, mondja meg, hogy ők is tisztelik, s éldegélnek, ahogy lehet. A nyomorgatás kissé szűnőbe van, a vizsgálóbizottságot végre levették a nyakukról, s egyéb dologban is lesz valahogy. Jováki bá éppen készült felszállni a lóra, mikor hirtelen eszébe jut. Hogy el ne felejtsem! A tisztelendő úr is tisztelte, s csókolta kieteket. Miféle tisztelendő úr? Hát Péter, a pap, a kietek fia. Vele hol találkoztál? Rebben Zöld János bácsi. Hát Móduvában. De már erre fölugrik Zöld János is. Hogy kerül oda? Ő úgy, hogy megszökött Fehérvárról. Megszökött? Nem ment el az esze, hogy ott maradjon rabnak, s te ezt most mondod? Úgy no, veszi zokon a leckésztetést Jováki bá. Hogy mondjam, mikor kiettő szóhoz se jutni az ember, annyit jár a szája. Ő felsége, a szentséges királyné azonban nem volt megelégedve. Mindenek csodájára alaposan átvizsgálta az ítéleteket, és hűvösen kijelentette az uraknak, hogy ők félrevezették. A bűnvizsgáló bizottság nem derítette ki a lázadás vezéreit, mert a 11 elítélt nem bűnösebben. Mi ennek az oka? Fordult az udvari kancellárhoz. Betlen Gábor nyíltan, egyenesen megmondta. Mert nem volt lázadás. A meglepő feleletre ő felsége Kaunitz herceghez fordult, akinek csillaga lehanyatóban volt már az udvarnál, és tőle kérte számon az eseményeket. Ha nem volt lázadás, akkor miért kellett annyi vért kiönteni? A herceg közmondással válaszolt. A fejedelem haragszik, meghalnak az alattvalók. Szemük összevillant. Ő felsége is tud azonban alkalmas közmondást. Nincs igaz a herceg. Az ártatlanok vére az élők kenyere. Megadom magam, felség, hajlott meg finoman a herceg, és felemelte karját, mint a kardot. Vitám, ott szánk innen. A magyar főurak megígérték életüket és vérüket, a nép, ime, oda is adta felségednek. Mindössze ennyi történt. Az urakban megfagyott a vér, a herceg vakmerőségétől. A királyné azonban úgy tett, mint ha nem hallotta volna. Amit az uralkodók nem akarnak meghallani, az nem is történt meg. Kabinett titkárának, B.R. Neninek intett. Miután a vizsgáló bizottság működésének eredményéből meggyőződtem, hogy a székelység nagyobb bűnökkel nem vádolható, és tekintetbe véve, hogy a határőrség felállítása megvalósult, a népe némely helyeken mutatkozó ellenszegülés megszűnt, hogy ne csak külső csendesség, de a lelkek belső megnyugvása is helyreálljon. Kegyelmet adok mindazoknak, kik vizsgálat alá fogadtak, és az ügyben bármi részük volt. Kérem, gondoskodjék, hogy a vonatkozó rendeletet még ma ellenőrizték. Azzal fejét csebiccentve eltűnt belső termeiben. Hónapok múlva eszébe jutott a királynénak, hogy az általános kegyelem eredményéről érdeklődjék. Alig sem merték megmondani neki, hogy a kegyelem elkésett. Sem a halottak, se a kibújdosodtak nem tértek vissza. Az üldözött nép pedig sokkal többet szenvedett, semhogy megbocsáthatna azoknak, akik végzetét okozták. Az élet és népek sorsa nem függ az uralkodók kegyétől. A szentséges asszony elgondolkozott. Milyen különös, félelmetes föld az az Erdély.
Tisztelt vendégeink, kedves versenyzők! A zsűri meghozta a döntést, eredményhirdetésünk következik. Tisztelettel felkérem Mikes Imre Elek urat, az általános iskolások zsűri elnökét, hogy értékelje a versenyt és hirdesse ki az eredményt. A zsűri elnökként a zsűri nevében megköszönni minden versenyzőnek. Nagyon-nagy örömünkre szolgált hallgatni ezeket a szép felolvasásokat, és hát nehéz feladat elé lettünk állítva, ez ilyen közhely, de hát valóban kiválasztani azért a kiemelkedő felolvasásokat. És hát itt ültünk, gondolkodtunk, aztán végül meghoztuk a döntéseket, amiket azonnal felolvasok. Egy kis formalitás csak előtte, hogy minden díjazottat megkérünk, hogy a díj átvétele után írja alá, tehát itt ez formalitás, írjon alá, hogy átvette a díjat és az emléklapot. Na hát akkor kezdeném a díjakkal. Harmadik helyen a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Cibor Eszter tanulója nyerte. Komárom volt. Gratulálok. Jó, akkor folytatom a második helyen. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Barta István tanulója nyerte. Jó, és az első helyezetet a Kiskunhalasi Református Kollégium Sziládi Áron Gimnázium tanulója Tóbiás Anna nyerte. Folytatnám a külön díjakkal. A zsűri külön díját a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Lé Noémi tanulója kapja. Dr. Döme Otto külön díja, amit a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Fenyvesi Dávid tanulója kapja. Továbbá a Kiskunmajsai Város állampolgármesterének külön díját a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tabajdi Anna nevű diákok. Még egy külön díjat szeretnénk átadni, a Vancsura Autós Iskola külön díját, amit Bibó István Gimnázium Pente Szilvia nevű tanulójának szeretnénk adni. Thank you.
Továbbá, emléklapokkal szeretnénk megköszönni a részvételt Kerekes Tamásnak. Szólítom a következőt. A következő emléklap Csehák Csengének szól. Következő Purgel Dominik. És elmondom, hogy ezek azért nem a pontszám sorrendjében vannak összerakva. Simon Jóját Krisztina. Becsi Dorka. Mondom a következőt, Halász Szabó Petra. Csak közelebb tényleg. Tősmagi Klaudia. És nem utolsó sorban Kovács Lili. Még egyszer köszönöm minden résztvevőnek. Következik a középiskolások eredményhirdetése. Felkérem Kovács Fügyes, a középiskolások zsűri elnökét, értékelje a versenyt és hirdesse ki az eredményt. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon izgulok. Elnézést kérek mindenkitől, ha dadognék, vagy hogyha nem fejeznék be egy-egy összetettebb mondatom. Én nagyon szívesen értékelném ezt az egész versenyt. Az igazság, hogy én ahhoz szoktam, hogyha elkezdek beszélni, akkor egy óra hosszáig. És akkor nem szeretném rabolni az időtöket. De azért mindenképpen néhány dolgot el szeretnék mondani. Ez a fölolvasás, ez egy nagyon izgalmas műfaj. Ez valahol a rádiózás és a pódium műsor között lévő műfaj, ugye? Mert a rádióban nem látjuk az előadót, csak a hangját halljuk, tehát az előadónak csak a hang áll rendelkezésére, hogy lefesse azt a környezetet, ahol játszódik a cselekmény, ahol vagyunk. Tehát semmi más, csak a hangja. Na most a pódium műsornál pedig a hang is, meg a teste is, a testbeszéde, az előadónak a testbeszéde, a gesztusai, az arc kifejezése, a testtartása, és a többi, és a többi. Tehát a testbeszédével is közvetít. Na most a felolvasó az mit csinál? Hát meg van kötve a keze, szeme, tekintete,
odaszegezi a tekintetét a szöveghez, és hát nem tud játszani. De ugyanakkor meg látjuk az előadót, tehát valamit azért a magatartás, amíg oda kimegy, amíg leül, amíg reszket a nadrágja neki, vagy nem tudom én, tehát idegesen megigazítja a haját, vagy akármit csinál, látjuk. Ez is bizonyos módon hatással van ránk. Egy kicsit látjuk az arc kifejezését, amit hát nem dolgozott ugyan ki, de látjuk azt, hogy követi-e a szöveg tartalmának a érzelmi, nem tudom, hullámverését, egy kicsit követi az arca, vagy nem követi. Hát ez egy nagyon izgalmas műfaj. Én nagyon sokat zsűriztem, szerintem még felolvasó versenyen nem, legalábbis nem emlékszem rá. Az általános hibákról azért szeretnék néhány szót szólni, ha megengeditek. Lehet, hogy pedagógusoknak is tán mondanék újdonságokat esetleg. Hát elsősorban általános hiba, nem mindenkinél, de mondhatjuk, hogy általános hiba, a túlhangsúlyozás. A magyar nyelvben nagyon-nagyon kevés hangsúlyt kell használni, és értelmesen, kifejezően úgy tudunk beszélni, hogyha csak a megfelelő szót hangsúlyozzuk. Most a hangsúlynak, a hangsúlyozásnak a szabályszerűségéről nem is nagyon tudnék beszélni, nem is nagyon tudnék, ugyanis nincsenek szabályok. Szóval vannak, de nem a szabályszerűség a jellemző. Tehát a túlhangsúlyozástól mindenképpen menekülj. Tehát az, hogy minden szót hangsúlyozunk, akkor ha minden szót hangsúlyozunk, akkor egyetlen szó sem lesz hangsúlyos, és nem tudjuk, hogy mit akarunk voltaképpen mondani. Nem tudjuk, hogy a mondani valónknak mi a lényege. Ugye? Aztán van egy általános, sajnos a mai magyar beszélt nyelvben, és ez Kárpát-medence szinten a jellemző, nem tudjuk letenni a mondat végeket. Nem tudjuk letenni a mondat. A magyar nyelv az ereszkedő. És annak van nyelv ügye, aki fentről indítja a mondatot. Tehát ha elkezdek beszélni, akkor fentről indítom a mondatot, és állandóan ereszkedik a mondat, és a végén akkor le tudom tenni. De hogyha úgy kezdem a beszédemet, és általában főleg a kamaszkorú fiúkra jellemző, de lányokra is, hát fiúkra pláne, hogy ilyen kakas hangon nem nagyon szeretnek beszélni, mert az olyan férfiatlan dolog, hanem innen kezdi mondani, és akkor mire a mondat végére addig lehallom. Tehát nyugodtan kezdjük fönt a mondatot, és akkor aztán van idő, van hely, van tér, játszani közben a hangunkkal, és akkor aztán a végére le tudjuk tenni. Nem tudjuk meglebegtetni a mondatokban, tehát a szólam határoknál, nem tudjuk meglebegtetni a felsorolásoknál, nem tudjuk meglebegtetni a szöveget, hanem vagy letesszük, vagy fölkapjuk, de nem tudjuk meglebegtetni. Na, hát ez hosszabb magyarázatra szorul. Még egy fontos mondat, de ezt mindenki tudja, hát a kérdő mondat van, ha ott van az e szócska, akkor milyen a mondat? Hát ereszkedő, hát kijelentő mondatként mondjuk, ugye, hiszen ott van az e szócska, az már jelöli azt, hogy kérdést tettünk fel. És akkor nem tesszük, hogy ta-da-da-da-da! Megvoltunk-e elégedve? Ja. Igen. És a neveket. Sokan nagyon jól mondták, de kérném szépen, a nevek azok egyhangsúlyosak. Az, hogy Kovács Pista, Petőfi Sándor, de egyhangsúlyos. Nem Petőfi Sándor, Kovács Pista. De? Hát ilyeneket gondoltam mondani, nagyon-nagyon sok mindent tudnék még, tehát nem szeretném igénybe venni az idejüket, mindenki lenne haza, és most jelentünk a legszörnyűbb dolog, amit nekem el kell mondanom, előbb ezeket kell, ugye, az emléklapokat nagyon gyorsan elmondok. Na, még egy ilyen általános dolog, hogy nagyon utáljátok biztos ezt a dolgot, ezt mindig el szoktam mondani, és én komolyan gondolom.
Én komolyan gondolom azt, hogy aki egy ilyen versenyen részt vesz, az mindenki nyertes. Mert aki olvas, mert aki a szabad idejében olvas, az gazdagabb lesz lelkileg, érzelmileg, gondolatilag, emberileg. Az humánusabb ember lesz, az gondolkodó ember lesz. Vagy legalábbis gondolkodó, inkább gondolkodó, mint az, aki soha nem olvas. És nagyon örülök neki, hogy ilyen sok fiatal olvas. Remélem, hogy még többen vannak, akik olvasnak. És különösen ebben a korban azt gondolom, hogy nagyon fontos az olvasás. Nagyon fontos, mert érzelmi, tehát hogy mondjam, nem csak tudást ad, nem csak lexikális tudást ad az olvasás, hanem ennek a korosztálynak az érzelmi életében, az érzelmi fejlődésében, az érzelmi intelligenciájának a fejlődésében nagyon nagy szerepet játszik az olvasás. És köszönet a pedagógusoknak, akiknek sikerül is rávenni a gyerekeket arra, hogy olvassanak, hogy az olvasás ne szigorral, hanem az olvasás örömét próbáljuk felfedezni, hogy az olvasás az kellemes szabadidőtöltés legyen, és ne valamiféle kötelezettség. Sokkal gazdagabb az ember, aki olvas. No, hát ezeket az emléklapokat kiosztanám gyorsan Erdei Renátának. Tandja. Gratulálok, szervezők. És a szervezőknek köszönet, hogy tehát nem csak azért nyertes mindenki, amit én az előbb elmondtam, hogy gazdagak, hogy taradám, hanem tényleg mindenki kap ajándék. Hozna rék a tímea. Faladjál. Gratulálok. Balabán Adrien. Gratulálok. Közben elmondom, hogy nagyon sok tájnyelvi hangokat hallottunk a felolvasásban. Gyönyörűséggel töltöttek el bennünket, és nehogy azt higgyétek, hogy ezzel leértékeltük azokat, akik gyönyörű diftangusokat ejtettek. Hát az zene volt a számomra, középzárt éket ejtettek, gyönyörűséges volt, és a többi, és a többi. Több ilyen dolgot, a köszönet érte. A tájnyelvi beszédünket, azt meg kell őrizni. Az egy kincs. Az a magyar, beszélt magyar nyelvnek a kincsei közé tartozik. Az más dolog, hogyha valaki hivatásos beszélővé akarja magát, szándékozza magát iskoláztatni, mint például színész, tanár, rádió, tévé, bemondó, és a többi, aki tömegek előtt beszél, országgyűlési képviselő például, vagy hasonló, annak ugye meg kell tanulnia a művelt magyar köznyelvet beszélni, nem az irodalmi nyelvet, a művelt köznyelv és az irodalmi nyelv nem összekeverendő, ezt nagyon sokszor összetévesztjük. Azt mondjuk, hogy irodalmi nyelven beszél. Irodalmi nyelven beszélnek a költők, az írók. Művelt magyar köznyelven pedig hát próbálunk mi beszélni, és igyekszem, nem sikerül. Farkas Ambrus! Gratulálok! A következő, Magyarics Arianna. Arianna? Jól mondom? Gratulálok! Kárpáti Fanni. Donát Cintia. Molnár Enese. Te vagy?
anya, a címke vagy, gratulálok, tessék. És te pedig vagy az emese. Neked is gratulálok. Nem mellékes dolog, még az is kihasználom ezt a pici időt arra, hogy még itt, hogy hivatásos elő, vagy legalábbis aki közönség elé föllép és fölolvas valamit, vagy elmond egy verset, vagy valami bármilyen szöveget. Azt nem engedheti meg magának, hogy egy, két, három hangon mondja végig a szöveget, mert elaltatja a közönség. Nagyon fontos dolog az is, hogy aki felolvas, vagy valamilyen szöveget előad, elmond, akkor legyen benne, érezzen benne a közlésnek a szándékát. Érezzen benne azt, hogy valami titkot tudok, és ezt most szeretném nektek elmondani. Ezt a titkot. Most itt előttem éppen vigyázottak volna, ezt tudom. Tehát valami titkot szeretnék elmondani. Én többet tudok, mint te. Tehát hogyha én felolvasok valamit, vagy előadok valamit, akkor a közönségnek kell rajtam érezze azt, hogy én valamit tudok többet, mint ő. És ezt a valamit én most szeretném neki átadni. És ennek az átadásnak a szándéka, ennek a belső kényszere, ez valahol az előadóban meg kellene, hogy jelenjen. Hogy én most nagyon szeretnék valamit nektek elmondani, valami fontosat, mert azt gondolom, hogy abból hasznotok fog származni. Ezt a szándékot, ezt a, nem tudom, talán testbeszédben adja elő ezt az ember. Talán a szüneteivel, a beszéd szüneteivel érzékelteti. De az a szándék, hogy én az én gondolataimat, az író gondolatát, amit közvetítek, azt szeretném átadni. Tehát csak az lép ilyen közönség elé, azt gondolom, hivatásosként, vagy amely pénzt is kap. Nagyon sokan vannak, nem? Ezt csinálják? Haragszom rájuk? Nincs neki közlet, nincs neki mondani valója. Semmi mondat, le vannak írva, hölgyön, felolvasottál, rendeztál. Úgy mondod, és azt sem tudom, hogy hol van a gondolat vége, és még mindig mondja, én már ájulok ott el a harmadik sorban, nem tudok figyelni, és még mindig mondja, elmegy csókolom, fölveszi a pénzt. Ez egy szemétség. Nem lehet tömeg elé kiállni. A beszédnek, a kimondott szónak felelőssége van. Ezt tessék mindenkinek megjegyezni. Ha én kiállok egy tömeg elé beszélni, akkor azokért én felelek, erkölcsileg. Nem lehet össze-vissza beszélni az emberek. Ami hát a mi korunkra eléggé jellemző. Na nem mutatom tovább a kedves közönséget, és akkor most felolvasom. Jaj, de izgulok! Ilyenkor a zsűrit szokták gyűlölni, szokták szeretni. Akik első díjat kapnak, azok szeretik. Akik nem kapnak első díjat, azok nem szeretik. Engem most nagyon sokan nem szeretnek. Hát majd csak kibírom valahogy. És akkor most elkezdem. A harmadik helyezett Sike Claudia. Gratulálok. Nem haragszol rá? Nem. Második helyezett. Egyébként a majdnem egyhangulat döntöttünk, nagyon kevés vita volt itt a döntés hozatalkor, hogy szinte egyhangú volt a döntés. Már kettőt adtunk eddig? Ja, csak egyet? A második helyzet, Farkas Edit. Nagyon szép kifejező hang, közben Ned Dátén beszélek, nagyon szép kifejező hangod van, nagyon sok színűen szólaltál meg, majd aztán mondják el neki. Nagyon értőn beszéltél, nagy élvezet volt hallgatni. És akkor az első helyezett pedig szinte már tudja, Szűcs Orsolya.
Állítólag szabadkai. Szabadkán tanulok, Szabadkán. De magyar kanizsai. Magyar kanizsai. Magyar kanizsán nagyon szépen beszélnek. Egyébként, és hát volt mitől tanulnod, nagyon, nagyon szép hangod is van ehhez a műfajhoz, tessék tovább borulni, vagy még is, ezt gratulálok. Nagyon ügyes voltál. És megyünk tovább. A zsűri külön díját Tatus Nikolett kapta. Szívesen megpuszilnám ezeket a szép lányokat, de aztán hogy néz az, hogy én ember összegyállva. Ez nem vicce. És most következnek a egyéb külön díjak. Lukács László országgyűlési képviselődíját kapja Mohai Aletta, és az országgyűlés képviselő pedig beszélni fog. Figyeljük ezt a fogyat! Valaki egyenet is? Kicsimét kell, hogy lehet. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, zsűri elnök úr, hát nagyon élvezettel hallgattam itt ezt a kis felvezetést, még hallgattam, hogy hamarabb érkezek. Egyébként a Pozsony utcából, a Kiskolassról, mellettem lévő utca, Örmészen Kassa utca. Ezt csak azért mondom el, akik nem halasiak, hanem a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkeztek, hogy itt Halason, hát most már 14. alkalommal ez a verseny számunkra most már örökség. Egy igazi örökség. Ottónak külön köszönet ezért, az iskolának és a vezetésnek is. És mindazoknak, akik most részt vettek a zsűriben és a fölkészítésben, és legfőképpen a diákoknak, akik ezt a versenyt vállalták. Szerintem sokat fogtuk vele tanulni. Én ehhez kívánok most mindenkinek jó egészséget és sikeres folytatást. Köszönöm szépen! Olgár. Kiskunhalas város polgármesterének külön díja, Brassó Bátor. Öregem, olyan súlyos díjat kaptál, gyorsan fogta levehetni. Dr. Wojciech Hajnalka külön díja. Uromec Botond. Miért bocsánat? Nem jól állítottam a nevedet. Egyébként nem látom már. Hát ez nagyon gazdag, mindenki. Irigyellek benneteket. A második Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola külön díja. Magyari Andrea. Elbúcsúzik, én annyira szeretek beszélni, hogy kihasználva ezt a lehetőséget. Mit is akartam mondani? Ja, tehát, hogyha párbeszédet olvasunk föl, akkor nagyon fontos dolog az, hogy ne legyünk nagyon innen azon a párbeszéden, és ne legyünk rajta nagyon túl, mindjárt megmondom, nagyon egyszerű. Tehát, nem kell, hogy eljátsszuk azokat a szereplőket, úgy, mint a színpadon játszanák, hogy úgy egy az egybe, azzal a hangerővel és azzal az intenzitással, ahogyan elképzeljük a színpadon,
őket vagy a valóságban, hanem egy kicsit ilyen idézett szöveg, tehát idézőjelbe kell tenni, utalásokat kell tenni arra, hogy azt mondta, hogy mondta a főhadnagy. Érted? Tehát utalást kell tenni arra, helyet kell hagyni a hallgatónak, hogy kiegészítse azt a beszédmodort, amit használunk, az kiegészítse a saját fantáziájával. Így tudjuk ébren tartani a hallgatóságnak a figyelmét. És így tekintjük a hallgatót nagykorúnak. Nem rágjuk a szájába ezeket a párbeszédes szövegeket. Nem tudom, ez érthető. Most már kezdek érthetetlenül beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. A zsűrinek szeretnék átadni és megköszönni a munkájukat, egy kis ajándékot. A Kemény Endre úr aláírásával egy Dávid kiadványukat, és köszönöm azt a... Köszönöm a segítőknek, az iskolából és másonnan, bárki, aki segített. Köszönöm a diákoknak, akik olyan lelkesek voltak és olyan aranyosak, hogy megdobogtatta a szívünket. És megköszönöm azoknak, akikről nem nagyon hangzott itt még el semmi, a felkészítő tanároknak. Én kapcsolatban voltam velük végig az elmúlt 13 évben és most is. Hát az a munka, amit ők végeztek, és amilyen lelkesen csinálták, ez szerintem olyan kimagasló volt, hogy nem tudok csak felsőfokba beszélni róla. Köszönöm szépen, hogy elhozták a diákokat, és köszönöm a felkészítést is. Mindenkinek köszönöm mindent. És most még hátra lenne az a kis esemény, ami egy emlékva elültetését jelenti. Tehát ennek az lenne a menete, hogy aki teheti. Tehát aki teheti, az iskolák részéről itt kín egy szál fehér szegfűt megfogna valamelyik diák, aki persze úgy látom, hogy siet, az tényleg nem várjuk el tőle, de akkor az iskolák részéről egy szál fehér szegfűt, koszorút mi viszünk ki, a fát visszük ki, és akkor együtt elindulnánk, itt kín 50 méterre van, és ezt a fát elültetni. Akkor
újból szeretettel köszöntök mindenkit itt. Úgy határoztunk, és Lukács László országgyűlési képviselő ötlete volt, hogy emlékfát állítsunk. Ez az emlékfa, ez az Erdély Helikon íróinak tiszteletére és emlékére, valamint ennek az első Kárpát-medencei prózafelolvasó verseny tiszteletére történik. A táblán ez is olvasható. Én úgy érzem, hogy ahogy ti egyenként olvastatok fel egy próza részletet, attól sokkal többet jelentett az egész verseny. Tehát sokkal nagyobb erő volt az, hogy mindannyian itt voltatok. Ugyanígy ennek a fának is úgy érzem, hogy sokkal több erőt fog adni az, hogy a Kárpát-haza minden részéből kerül a gyökeréhez föl. Jelképezze ez a fa azt az összetartozást és azt a szellemiséget, amit az erdélyi helikon írói képviseltek, és jelképezze ez a fa ezt a kis összejövetelünket is, és azt, amit ők képviseltek, azt a szellemiséget, a szeretetet és az összetartozást jelentse. És legyen tanulja további ilyen versenyeknek, remélem még nagyon sokan. Megkérem arra a határokon túl iskolák képviselőit, hogy akkor a földet. Elhelyezni ennek a napnak az emlékére, és utána, koszorú után, amikor elhelyeztük, akkor megkérek minden diákot vagy tanárt, akinek fehér szertiben, hogy jöjjenek ki, és helyezzék el ezt a kis megemlékezését. Hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már e tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat, gyöngeségünk láttán tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagyvilágnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarét. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszól. A vers szerint
meg a karjaink. Segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Ott ezért megmeredásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magad a magyarért. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Isten kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink. Voltak világban... Én úgy érzem, hogy olyan élmény volt, legalábbis számomra volt nehéz ezt megszólalni. Nagyon jó utat kívánok, és jövőre találkozunk, és a fa addigra nagyon szép legyen, és nézzük. Köszönöm szépen! Lennem nélkül, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk.